Ez itt a Pályán kívül, ahol ezúttal is az ország egyik nagy kedvencével beszélgetünk arról, mi történik, amikor kizárólag a pályán tartja a szemét. De főleg arról, hogy mit tesz a pályán kívül. Műsorvezető Dobos Lilla és Fetter Balázs. A műsor nem jöhetett volna létre a MOL támogatása nélkül. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Pályán kívül második évadának második része, és ezúttal is kérdező társam Fetter Balázs lesz, én pedig Dobos Lilla vagyok. Egy nagyon különleges vendéget hívtunk a mai napra, aki a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, és aki együttesével együtt számtalan arany és platina lemez tudhat magáénak, ő pedig nem más, mint a tankcsapda alapítója, énekese és basszusgitárosa Lukács Laci. Szia Laci, sziasztok. köszönjük, sziasztok, hogy eljöttél. Sziasztok. Meg nézők. Egy. Kezdjük egy nagyon friss dologgal. Néhány napja jelent meg a legújabb számotok, Pesten megjelent Isten. És hát ez hozzánk azért is nagyon közel áll, hiszen ugye a klipet a múl kampuszban forgattátok. Mesélsz egy kicsit erről a számról, hogy jött az ötlet hozzá? Ú, uh, ja, mondjuk arról beszéltünk, hogy majd ilyen magánéletről, mindenről lesz <laughs> szó. lesz. Na, arról férlet, is hogy lesz, be... ez csak egy Na, kis, kis oké, Nem csak nem ezen a válaszon, pontosan a kérdés alatt válaszom, de egyébként nagyon egyszerű. Igazság szerint az, hogy egy egyet szám hogyan születik, az annak van, amelynek van története, van, amelyiknek nincs, van, amelyik ilyen szempontból különlegesebb, van, amelyik talán kevésbé. Erről a dalról leginkább csak azt érdemes, hogy azt lehet tudni, túl azon, hogy érdemes meghallgatni szerintem, hogy ez egy, ez egy kicsit ilyen a, a zenekarnak így a régi hangulatát idézi, azt a, a kezdeti évek, ha úgy tetszik, a punk and roll korszaknak, ezt az ilyen dallamos, éneklős, táncolós, nem tudom, bokarúdosós, pogózós fesztiválokon a rúgjuk a port típusú hangulatú világát idézi, ami a zenei részét illeti, a szöveg meg egyszerűen csak eszembe jutott, nem tudom most pontosan, hogy ez egészen pontosan hogy történt, az viszont egészen biztos, ahogy te is mondtad, hogy a, hogy a MOL kampuszban forgattuk hozzá a videóklipet, ami egy, egyrészt a forgatási státusz, vagy meg a menet is izgalmas volt, nagyon, én nagyon élveztem, meg szerintem az egész brigád, aki ott volt, ugye, uh, úgy értem a zenekar is, meg a, a, statiszták, meg mindenki, de még a, még, a, még a torony dolgozói is, én azt gondolom, hogy mindenki nem csak úgy élvezte, hanem mindenki mellé tette magáét, tényleg maximális köszönet innen is egyébként mindenkinek, aki ebben az egész dologban részt vett. Másrészt pedig nem csak, hogy egy, egy különleges helyszín volt, hanem egy, szerintem egy jó sikerült klip is. Abszolút. Mi kedveljük. Igen. Na de ugorjunk vissza egy pár évet. Debrecenben vagyunk, megszületik a kis Laci hogy nagyságrendileg hogy ahogy, kell elképzelni? Ahogy mondtam is neked, 1968, egy hideg téli hajnalán. <laughs> igen. mert hogy februári gyerek vagy. <laughs> így igen? van, így van, így van. És valóban hajnalban születtem. É. Hajnali vagy? <laughs> Hajnali valahány óra, akkor igen. Hogy arról mesélj már, légy szíves egy kicsit, hogy uh, egyrészt, hogy apáról, anyáról egy pár szót, hogy mit lehet róluk tudni. Van-e tesód, vagy nincs, ezt se tudja mindenki. És hogy hogy indult ez az egész Debrecenből? Milyen gyerekkorod volt? Na hát nem tudom, mennyi szalag van a magnóban. <gül> <gül> Az van, ne, hogy, 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 nem akarom a dolgot túlságosan bőlére ereszteni. Kétkezi munkások voltak a szüleim. Anyukám ápolónő volt évtizedeken keresztül, baleseti sebészeten, tehát ő ott naponta adogatta a leszakadt lábakat, meg karokat, hogy a doktornak, hogy ez vajon vissza. Hogy viselte? <laughs> hát figyelj, ő egész életében egy ilyen típusú, egy ilyen, egy ilyen a jó értelembe vett szolga lelkű ember Aha. volt, aki szeretett szolgálni, aki szerette másoknak a, 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 kedvét keresni. Ez a családban is igaz volt, és a munkájában is ilyen értelemben véve. Tehát ő egy most nyilvánvalóan, miután már egyik ők sem él, így aztán persze most a, ugye azt hogy a halottakról vagy jót, vagy semmit, és most én jókat fogok róluk mondani. Hát Túl azon, hogy a szüleim voltak értelemszerűen. De egyébként valóban egyébként egy egy, 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 azt gondolom, hogy egy igazán ápoló nőnek való ember volt, vagy nő volt. Úgyhogy ő volt anyukám, apukám meg vasmunkás volt. Úgyhogy tényleg vasok a dolgozat, ezt elgátolta. Igen, azért mondom, mind a kettő ilyen szempontból fizikai munkát végzett, ha úgy tetszik, kétkezi munkások voltak. Van egy hugom, hat évvel fiatalabb, mint én. Örül, amit lehet, hogy mit csinál? Van családja természetesen, és egyébként Pest közelében születtem, Miklóson él a családjával. Dolgoznak ilyen, olyan munkát végez, ami félig otthoni, félig pedig bejárós, vagy nem tudom, ugye. Ott vannak gyerekek? Igen, igen, egy kislány, így van. És te vagy a, a, a nagybácsi, találkozol vele? Hogy ne szoktam, Gyerek persze, ezt? természetesen. Miklós? Hát, a, nem, ha nem is túl gyakran, de amikor, amikor időm enged, igen, hogy ne persze. Hány nem, egyébként jó, nagyon jó kapcsolatunk, a családom is, az, tehát gyerekkoromban is, ugye kérdezte a gyerekkoromat, igazából a, a szüleimmel is nagyon jó volt a viszonyunk világéletünkben, a húgommal is nagyon jó volt a viszonyom, most is azt természetesen, hogy ilyen szempontból én egy, egy, jó családi közegből jöttem. Ja, amennyire mi ismerünk, az az érzés az embernek, hogy egy szerető közegből érkezik. Ez át. így is van, ez pontosan Tehát, hogy komoly gyerek Hát a, 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 komoly szó alatt én inkább azt... A szeretésre inkább, inkább mentális, így van, így, így egyébként egyéb igen. értelemben véve elég, elég izék voltunk. Csavik hát egy volt, ápolón, vasmunkás. Hát ja, a lakótelepi igen. lakás, hatodik emelet. Lakótelep tehát. Persze, abszolút. hatodik emelet. És így van, tanácsi, tanácsi lakás. Tanácsi, hát akkor. Igen, és sem, igen, iker vonallal, gondolom. Mond? Iker vonal a telefonom volt. Ja, nem volt telefonunk. <gül> <gül> nem, nem, az, nem volt Iker nem vonal volt telefon, sem. Jól. Nem, 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 És milyen gyerek voltál, kellett érted aggódni? Szerintem igen. <gül> <gül> Legalábbis azt mondok abban az életemben mindenképpen, hogy hogy én világéletemben kíváncsi voltam, kíváncsi természet. Ma is az vagyok egyébként. Legfeljebb már jóval többet török, mint mondjuk 6-8 évesen tudtam, vagy 10 évesen, akúgyal, akkor kezdett kinyílni a szemem a világ dolgaira. És én tehát olyan szempontból én úgy, azt úgy, mondani, mondták, hogy eleven gyerek. Erre mondják azt, hogy akinek mindig gyerekkoromban mini volt valamely térdőben, valamelyik térben, valamelyik könyökön, mini volt prezúr, Tehát <laughs> olyan, 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 nem volt, hogy valamelyik könyökön, vagy térben ne lett volna seba, ami éppen gyógyul. De hozzáteszem, hogy a szüleim ezt nem, hogy nem bánták, hanem igazából ő, ők is erre engem erre engem apám is ilyen típusú volt, ilyen mozgékony, meg mindenféle, tehát ő is szerette csinálni az életet, ilyen értelemben véve, így aztán ez egyáltalán nem, nem volt gond. Kíváncsiság, adás előtt egyébként mondtad, hogy például téged a fizika nagyon érdekelt. Suli, valahogy eltal szerettél iskolába járni? iskolába azért szerettem járni, mert jó közösség volt ott, ezért aztán szerettem velük az időt tölteni, de magát, az iskolát, a tanulást olyan értelemben véve nem nem, nem volt tőlem idegen, vagy nem állt tőlem távol, nem voltam rossz tanuló, lehettem volna sokkal jobb tanuló, ha érdekelt volna a tanulás, de engem már akkor is 11-12 éves korom óta a rock'n'roll érdekelt, és onnantól kezdve az hogy, az, hogy érdekelt mondjuk a fizika, igen, kétségtelenül, vagy a, a reál, de a human tárgyak is, az egész egyszerűen csak azért volt, mert érdekelt, és érdekel a mai napig a világ összessége. És ennek része nyilván mondjuk a fizika is, vagy a human tárgyak, vagy bármi más. De nem akartam soha fizikus lenni, vagy fizikatanár, tanár mm -hmm. ilyen szempontból, nem. Mert ahogy, ahogy mondtam is neked ilyen a tinédzser, vagy a pubertás éveim, legelejétől kezdve én azt akartam csinálni, amit csinálok is. Igen, és ezt nyilatkoztad már többször is, hogy nagyon tudatos voltál ebből olyan szempontból, hogy te rockstar akartál lenni, nem feltétlenül csak zenélgetni akartál. Ez hogy került egyébként az életedbe? Nem volt azért, nem, azért ennyire nem volt tudatos ez. Uh -huh. De most így utólag azt látom, hogy igen, én nagyon tudatos ember <laughs> voltam. De hogy az ember 12-13 évesen nem, nem a tudatosságáról ismerszik meg általában egy vidéki gyerek a hatodik emeletről, érted? Nem. Egyszerűen csak, egyszerűen csak azt gondoltam, vagy azt éreztem, hogy, hogy van valami, amit minden jobban akarok csinálni, minden jobban szeretnék csinálni, amit minden jobban szeretnék elérni az életben ez pedig a rock and roll volt. Hozzáteszem, hogy ezzel párhuzamosan a másik nagy szerelem, ami, minden mind a mai napig az egyébként a repülés az összes szegmensével együtt, és jó ideig abban is, hogy azzal is kacélkodtam azzal a gondolattal, hogy én vadászpilóta leszek. És amikor, amikor aztán 13 vagy 14 éves voltam, és ugye el kell dönteni, akkor melyik középiskolába tanulsz majd tovább, és akkor megkérdezték, és akkor ugye szülői értekezett, vagy nem tudom, ugye osztályfőnöki óra a beszélgetés, nem tudom manapság, hogy hívják az ilyesmi, teljesen mindegy. Egy szó, mint száz, amikor számomra kiderült uh, kiskamaszként, mondjuk így, uh, hogy ahhoz, hogy én mondjuk barászpilóta legyek, ahhoz először is hivatásos katonává kéne avanzsálnom, és oda, tehát katonává kéne válnom, az meg aztán tőlem mindig is távol állt, hogy ez a, ez a, militarizmus nem, nem állt hozzám soha különösebben közel. <kül> Ezért ott azonnal eldölt, hogy hogy barászpilóta már nem leszek. <kül> Ekkor viszont már javában gitároztam, mindent, ezzel nem is volt kérdés tovább. Magadtól gitároztál? Otthon pengetted, ahogy érezted? Hát tulajdonképpen igen. Általános iskolában ilyen 12 lehetünk körülbelül, amikor is a Tomi nevű iskolai jóbarátommal mind a kettőnek volt egy-egy ilyen dobozgitár, mi úgy hittük annak ugye akusztikus gitár. Az enyém egy ilyen, egy ilyen bolgár gyártmányú, Orpheus márkájú dobozgitár volt, aki tudja, hogy miről beszélek, az azt is tudja, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon, ha -nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon alacsony minőségi, <laughs> nagyon alacsony minőségi szintet megütő, de, de, de húrok már voltak rajta, meg végig a hangot. Meg tett, dobja tett. is volt. I igen, 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 e, És mivel ennek a Tominak volt egy, egy, egy nálunk, vagy két vagy három évvel idősebb ugye de 12 éves, meg egy 15 éves között ugye nagyon nagy a különbség akkor még, hogy ú, hát ő volt a nagyfiú fiú a, 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 az ismerősök között, és ő már tudott akordokat kordokat, a a meg a mit még Pantanamére, <laughs> meg Pantanamére, ilyesmi, és akkor az, tő, az, tő, az tő, tő, és tő, Így, van, az összes tábor <laughs> tőle lestük el ezeket a dolgokat, tehát ő mutogatta az első akordokat, és onnantól kezdve gyakorlatilag egymást öh, inspiráltuk arra, szereztünk aztán ilyen gitárakportfüzetet, füzetet, volt egy muszti, öh, Dobai nevű kettőség, egy házas házaspár a Muszti András és Dobai nem akarom mondani a keresztnevet, egy szó mint száz, volt egy ilyen, ilyen gitáros, ilyen iskola fizetjük, abból nézegettük, hogy ez a C dur, ez az A mol, ez a G dur, és hát nagyjából itt meg is ragadt az én. Tehát abszolút zenekedikus az, 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 az alapszérzésed. Igen, igen. Tehát a másik kérdés az az, hogy hány, 12-13 éves korodban vagyunk 70-es évek vége? 80-as elején. Igen, hát ugye 68-ban születtem, tehát 12-80-ban hát voltam 12 éves. Éve. Hogy én, én ugye 74-es vagyok, de hogy 81-re nem annyira emlékszem, de azt gondolnám, hogy akkor még olyan könnyű nem volt elérni a nemzetközi rockstároknak a, a, produkcióit. Hát nem. nem. Akkor, a, na, akkor, akkor honnan jött az neked, hogy te nem rockstar akarsz lenni, értem, hanem előadó művész vagy, ezzel akarsz foglalkozni, hogy ki volt a múzsád? Figyú, nem, 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 az volt az érdekes, hogy most valaki külföldi zenekar, vagy magyar zenekar, azért Magyarországon is volt ebben Kik az Kik voltak akkoriban? hát a Hobo Blues Band, ekkor a szányét, az Edda, a Beatrice, a P-Mobil, tehát olyan zenekarok, akikre ma napság, mint nagy öregek tekintünk, uh -huh. vagy, mint, vagy mint követendő példák, és egyébként értelemszerűen és érthető módon is. ugye nagyjából az Edda is ugye 80-as évek elején adtak az első két lemezét, a Hobo Blues Band szintén, ezek nekem mind meghatározó élmények voltak kölyökoromban. Én pont akkor voltam abban az életkori fázisban, hogy ezek az új számomra új és rockzenekarokról beszélünk, ugye ahol dob van, gitár van, éneklés van rendesen, tehát nem csak ilyen táncdal, amiről beszélgettünk okay. itt a felvétel előtt, hanem, hanem, hanem tényleg rockzenekari hangszer és egyebek. Nyilván aztán persze emellé értelemszerűen hamar hozzácsapódtak a, a korabeli ugye a, a korabeli rock, külföldi rockzenekarok is, a, a Deep Purple, a Black Sabbath, aztán később a Motorhead, a Scorpions, a többi Iron Maiden, így aztán innentől kezdve. Tehát ez elég hamar jött. Nem tudom, egyébként meg az, hogy nyilván akkor nem volt még YouTube, nem volt internet, nem volt ilyen értelemben véve. Hát nyitott, semmi, nyitott a, a, a világ. A zenebutik volt habonta. Igen, egy zenebutik a zenebutik volt. jó Annyiból volt szerencsénk, hogy nyilván mivel mi ez iránt, az dolog iránt érdeklődtünk, ezért aztán hamar megtaláltuk azokat a csatornákat, a nálunk idősebbeket, uh, idősebb srácokat, akik már mitől, hosszú hajók voltak, meg már farmer jackiek volt, meg <laughs> ilyesmi, akik innen-onnan csempészve nyugati országokból hazahozva a szülők, hogyha jártak valamiért, nem tudom, bármi ok oknál fogva, hoztak haza a lemezeket, és akkor mindenki másolgatta a kazettára, és hallgattuk. És on, egy idő után elkezdtük csereverélni, nekem megvan az új dipöp, vagy nem az új, de mit tudom én, a valahányos dipöp, úgy nekem megvan a Black sabbath és akkor ez átmásoltuk egymásnak, száz szól mások kazetták. Ez de volt az de alap, tehát ez, 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 még nem a zene volt, ez még csak a, a szaladnak az aja volt. A viccet félretéve, mivel, miután ez érdekelt minket, ez érdekelt engem éppen, ezért ennek jártunk utána, hogy ezt honnan lehet összeszedni, és ha nem is volt ö, olyan értelemben véve könnyű, mint manapság, amikor egy gomnyomással a világ összes zenekajának minden talált meg tud hallgatni, két gomnyomással körülbelül, az akkor egyáltalán nem volt ilyen egyszerű, viszont ö, meg volt a maga bája, annak, hogy utána jártunk de ennek. Illetve miután ez érdekelt minket, mondom, egész egyszerűen ezzel foglalkoztunk, és addig mentünk, amíg meg nem találtuk. És a szüleid mit szóltak ahhoz, hogy te zenével akarsz foglalkozni? Mert azért el tudom képzelni, sok szülő esetleg megijedett. Ez valami rendes szakmád lehetne, mert ugye érettségiztél, hát, tehát ott már jó, hát elrontottad az egészet. <laughs> ne, egyébként nyilvánvalóan a, 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 szüleim, főleg miután ugye mondtam, hogy, hogy ők egyszerű kétkezi munkás emberek voltak, Szerették volna, ahogy normális és érthető módon, hogyha az ő gyerekükből, a fiúkból náluk több lesz. Uh -huh. Tehát, hogy vagy többre viszi, bocsánat, többre viszi, tehát, mint tudom én, majd egyetemre jár, majd orvos lesz, vagy mérnök, vagy tanárember, vagy érted? Tehát, hogy Bilágos. valami. De hát én hamar kiderült, hogy én viszont rakendrogitáros akarok lenni. <laughs> és igazság szerint először sokáig azt gondolták a szüleim, elsősorban anyukám, hogy jó, majd majd kinövő, misikém, nyugodj meg, majd kinövő a gyerek, tudod így, apám volt misi. Nyugodj meg, misikén majd kinő ezt a hülyeséget a gyerek. Hát aztán, amikor kiderült számunk, hogy ez nem egy ilyen kinő, kinöv, általam ez nem, nem egy kinövendő dolog, de azt mondtam minden, egy szó, majd bevágjátok, hogy egész egyszerűen csak egy idő után átfordult ez a fajta majd kinövő a gyerek, átfordult abba, hogyha, hogyha én valóban azt szeretném, hogy ezt csinál, pontosabban valóban ettől érzem magam jól a saját bőrömben, akkor végül csináljam ezt. Igazából nekik az volt a legfontosabb, és hála nekik, hogy így gondolkoztak, hogy, hogy én, hogy én élvezem az életemet. A boldog gyerek, nem, akartak, gyerek. nem akartak rám kényszeríteni olyasmit, amit én amúgy nem szerettem volna. Pontosabban látták rajtam, hogy hiába próbálták volna rám kényszeríteni. Egyébként nem csak ők, a tanárok a gimnáziumban, a, a osztályfőnököm, aki fizika tanár volt, egyébként fizika szakos tanár volt mint, mondták nekem, hogy de hát Laci, te egy okos, egy értelmes gyerek vagy, ha rendesen tanulnál, nem csak ilyen hármas, négyesekkel így ezeket az éveket a gimnáziumon, hanem tisztességesen tanulnál, is, akkor belőle lehetne bármi. Mondtam, hogy hát lesz is. <laughs> csak nem úgy, ahogy ők elképzelték ezt. Egyébként ezt mindig elhitted, hogy, hogy eljuthatsz, vagy el fogsz jutni ideig? Igazság szerint, szerintem egyről én hittem benne. Mármint ennyire erősen. Nem, nyilvánvalóan a szüleim is örültek annak, hogyha látták, hogy örömet jelent hmm. számomra az, amit csinálok. De igazság szerint, hogy elsősorban ők akkor realizálták ezt valójában, amikor már, már voltak az első olyan zenekari sikerek a tankcsapdával, amikor már volt aranylemez, amikor már országos tudnéra mentünk meg mi akkor, akkor már látták is, és, és nagyon örültek, és bocsánat ne, és persze. örültek és nagyon büszkék voltak arra, hogy, ő, hogy, ő, hogy ők ezt nem, hogy nem gátolták vagy akadályozták, de a maguk módján még támogatták is. Ez nagyjából ugye, a, ugye a, a zenekar első néhány évét követően, a tankcsapdának alakulását követően úgy értem. Persze a tankcsapda előtt én zenéltem más zenekarokban is, tehát nem a tankcsapda volt az első zenekar, amit valahogy csináltam, de azok az, az azt megelőző zenekarok, azok inkább nevezzük mondjuk előtanulmánynak értelemszerűen. Hozzáteszem, hogy azokkal a zenekarok, ezt csináltam már stúdiófelvételeket, koncerteztem itthon külföldön, tehát nem nem szüzenkeztem a tankcsapdát zene értelemben véve se Visz... Istennek <laughs> Igen. Eleve, eleve katonaviselt ember, ugye akkor ezt így hívták, hogyha valaki másfél évet, akkorik kötelező... Másfél évig voltál még katona? Igen, igen, hogyha valaki az akkori kötelező és szolgáltan túl volt, akkor ezt ugye a köznyelv úgy hitt, hogy katonaviselt. Igen. Tehát Én a, katona, igen, tudom, igen. Beszélsz. Ugye ez, ez volt a, 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 a fiúkból a férfiakká válásnak az egyik ilyen egyik ilyen kritérium, hogy katona viselt fiatalember. Úgyhogy amikor a tankcsoda alakult, én akkor már ez voltam ilyen értelemben véve, se voltam már, már kölyök vagy gyerek, úgy értem, Ö, zenei értelemben véve sem, de az kétségtelen, hogy, hogy a szüleim akkor, akkor látták meg, akkor, akkor értették meg igazán, hogy valóban mit is akartam és mit is akarok csinálni, amikor a tankcsodával az első ilyen komolyabb sikerek megjöttek. Ekközben te végig mellóztál? Tehát leérettségiztél? És valahol hallottam egy beszélgetésben, az egy jófa beszélgetés volt, hogy az első fizut azt mondta édesapa, hogy azt el kell költeni, el kell verni. Igen, igen. Van egy jópofa történet, azt elmondom, én megköszönöm, hogy nagyon szórakoztam rajta. De hogy te végig mellóztál, és közben próbálgattad ezt a zenei irányultságot kibontani. És akkor egyszer csak átcsap egy, nem, nem tudom, hogy működik, én nem vagyok zenész, meg pláne sikeres zenésznek. Hát sok, szerint én sem vagyok az, úgyhogy. Hát, hiszen... Most vicceltem, okay, hogy értszerkedni próbáltam, igen. Egyszer csak eljön a pillanat, amikor azt gondolod, hogy na, akkor elkezdesz arra terhelni? Figyú, uh, miután én világéletemben, legalábbis mióta az eszemet tudom, ezt akartam csinálni, éppen ezért az érettségét követően uh, Ráadásul miután, hála Istennek, teljesen egészséges voltam, és kötelező volt a katonának menni. Tehát azért is fogalmaztam, hogy kötelező volt a szolgálat. Ilyen, Igen, ilyen. Ilyen. Ezért az én célom az volt, hogy a lehető leghamarabb elvigyenek engem katonának, ha már nem tudom kikerülni. Egyébként abban az időben sokan megpróbáltak kikerülni, betegnek tették magukat, eljátszottak, hogy ők melegek, és akkor emiatt nem mertek az iszlamába. Pszichéz zavarok, mindenféle dolog volt. Én nem akartam ezekhez az eszközökhez folyamodni, én úgy voltam vele, hogy in inkább gyorsan Egyet t t tudjuk le, már csak azért, hogy aztán, hogyha elkezdődik, illetve amikor elkezdődik a zenei karrierem, akkor azt ne ett, Én ennyire tudatos voltál akkor. Ebben már igen, ebben már igen. Ez az mi, ez ilyen 18-19? 18, 19 18. Igen? aha igen, aztán igen, az igen. Az igen. Úgyhogy nem voltam még 19, amikor, amikor már katona voltam, úgy Így aztán a lehető leghamarabb túl lettem rajta ezen a másfél éven, fogalmazunk így, és ahogy leszereltem, vagy tünk, ugye a, ugye a srácokkal, akikkel együtt csináltuk a zenekart annak idején, azonnal le is kezdtük a próbákat, és ez már, az már a tankcsapda volt. Uh, ami pedig a, a, a munkát illeti, uh, érettségi után volt az egyetlen uh, rendes akkor még munkakönyvnek hívták, tehát munkakönyvvel bejelentett normális munkám. Lemezbolt jelöl voltam Debrecenben, egy, egy lemezboltban, pontosabban a lemezboltban. Uh, ugye ez még a 80-as évek második feléről beszélünk, amikor is Magyarországon, ugye szocialista országról beszélünk, monopól helyzetben volt a magyar hanglemezgyártó vállalat, nevű hanglemezgyártó vállalat. Ők gyárthatták, adhatták ki, és terjeszthették Magyarországon a könnyű zenét. Meg a komoly zenét is egyébként. Ez a, a zenét össze. Mond? Ez a hungaroton? így van. Hungaroton, magyar hangnál a gyártóvállalat. És ennek volt Debrecenben egy, egy, egy nagy üzlete, egy nagy boltja. Ez volt Debrecenben a lemezbolt, és én itt voltam lemezbolti eladó, ez volt az első rendes, tisztességes munkahelyem, meg az utolsó is. Mennyi idő dolgoztál ott egyébként? A katonaság másfél évét is, ha beleszámolom, Aha. ugye onnan mentem katonának, Aha. és oda mentem, aztán később még vissza, összesen három évet voltam, tehát gyakorlatilag másfél, másfél évet. évet dolgoztam, másfél évet katona voltam, és amikor ezt abba hagytam ezt a munkát, pontosabban onnan kirúgtak minket, mert akkor mit tudom én, mi volt ilyen létszámfelépítés, leépítés, rendszerváltás, hívott, nem tudom, mindenféle dolog volt abban az időben. Egy szó, mint száz. Én onnantól kezdve azt gondoltam, hogy miután én zenélni szeretnék éppen ezért, persze pénzhez szükségem volt nyilvánvalóan, hiszen akkor még a zenélésből bőven, meg nem csak akkor, még sok éven keresztül csak befelejtettük, és nem kifelevettük belőle a pénzt ilyen értelemben véve. Olyan munkákat vállaltam, alkalmi munkákat, ugye mai mondják, hogy alkalmi munkákat nem tudom, ládát pakoltam, más zenekaroknak mentem turnén érted színpadot építeni. A, de akkor, zenével akkor mind a igen, abszolút, abszolút, köze igen. volt. Igen, tehát igazából én a, a zenecsinálást, vagy a zenekarozást, ha úgy tetszik, a, leg, a legaljáról kezdtem. Tényleg a pincéből jöttünk elő, a szószoros értelmében egy garázsba, az már legalább a szinten volt. Igen, <laughs> de az is egyfajta fajta szintépés. Az, a pincéből kijössz a garázsba. De a viccet félretéve, tehát én, én, tényleg végig csináltam az összes ilyen dolgot. Van olyan nagy zenekar, aki az, azután befutott, vagy akkor is befutott volt, és később is ismert lesz, akinek bedolgoztál? dolgoztam annak idén egy csomó zenekarnak, fesztiválokon, meg hát aztán végképp mindenkinek. A pár fiúknak, a kis és a boznak is pedig nagyjából együtt indultam. Azért De, persze, hogy... de, ez, de ez, számomra ez egyáltalán nem zsenált, ez engem nem, nem, zavart egyáltalán. Tehát már volt tankcsapda is javában. Az, a tankcsapda első 3-4-5 évében én még azért bőven dolgoztam így, érted. Egyrészt zeneközelben voltam, másrészt egy csomó kapcsolatot tudtam ilyen szempontból kiépíteni. Nyilvánvalóan inkább akaratlanul, mint akarva, de mégiscsak. Ö, nem csak zenészekkel, hanem más technikusokkal is, egyáltalán cuccokkal, nem tudom, meg a világba, hogy hogy működik ez valójában, mert Nyilván gyerek fejl, az ember elképzelő azt, hogy milyen lehet egy, egy rockzenekar, milyen lehet egy rockzenekari színpad, a lámpák, a hangok, a, a kábelek, a csatlakozók, érted? Én, én még az a generáció aki magának csinált tolzítópedált a gitárhoz, érted? Ki, kinéztük az a elektromos újságból az áramkerülő írást, megvásároltuk hozzá a hobbiboltban az eszközöket, a diódát, az ellenállást, a kondenzátort, csináltunk nyomtatott lapot, korabeli nevén nyákot, <gül> <gül> és akkor érte, éptettük magunk az eszközöket, a, 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 a hát ilyen kezetleges erősítőket, ilyesmiket. G faragtunk gitárt, tényleg a szószoros az nekem az első hangszerem, az egy faragott a szó szoros Egy elektromos a gitárnak a izét, a farészét? persze, persze, és aztán szedtünk hozzá mindenféle eszközt, innen, onnan, ahonnan tudtunk. Csendcseltünk, cserébe cser cser Igen, Igen nem, nem is akarok én ebbe, meg nem is akarom én ezt valamiféle ilyen Főleg nem, főleg nem, akarom ilyen, ilyen, ilyen romantikus nosztalgiával felvértezni ezt az időszakot, egy dolog viszont biztos, tényleg a, a csinálásnak a könnyű zenecsinálásnak, vagy a rock csinálásnak hogy tetszik, talán ez a legjobb kifejezés, az összes csinyárdinyát többé-kevésbé próbáltam és kóstoltam. Szerinted ez mondjuk egyébként hozzájárul ahhoz, hogy ilyen sikeresek vagytok? Tehát, hogy a tankcsapda alakul, alapítás az 1989. Így van. Most 2023-at írunk, tehát lassan 35 éves lesz a zenekar, és folyamatosan mindig ott vagytok. Szerinted egyébként ez mi, mi a a keretek kulcsa? Az, hogy a, az, az, a fajta eltököltség, ami, ami, mondjuk, ha most ugye csak én beszélek itt, a, és a zenekar nincs most itt mellettem, tudom meg Sidde, de de azt gondolom bennünk is egyébként csak legfeljebb más-más aspektusban, ugye életkori különbségekben fakadóan is, meg eleve ugye máshonnan jövünk értelemszerűen, egy kicsit mások vagyunk, de ebből a szempontból mégiscsak bőven összevethetőek minden további nélkül, hogy mind a hármunkban benne van az a fajta, az a fajta eltökéltség, ami bennem is benne van értelemszerűen. Ennek biztos vagyok benne, hogy az egyik része az, amiről beszéltünk, vagy beszéltünk most, hogy, hogy végigcsináltam a, a, a csinálásnak a, 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 a minden csinyát, minyát, az utolsó kábel tekergetéstől, nem tudom, a nagy színpadok integetéség, amikor a buli után hozzák az ingyen <laughs> Most éppen itt tartunk, ugye? Szóval a viccet félretéve, ez, nyilván, ez, nyilvánvalóan hozzájárult ehhez, de mondom, nem akarom én ezt valamiféle túl romantikus, meg túl pátoszos köntösbe öltöztetni, mert nem az egyetlen vagyok, aki ilyesmit csinált és nem is az egyetlen vagyok, aki, aki, akár ennél sokkal nehezebb helyről jött, és akár sokkal magasabbra is jutott ilyen értelemben véve. Úgyhogy ez, szerintem ez nem példa nélküli, és ez jó, hogy így van. De az kétségtelen, hogy ez biztosan hozzájárult ahhoz, hogy, hogy a, hogy a is van egyfajta ilyen, ilyen eltököltség, egy ilyen, egy ilyen gyerünk, és mindenen keresztül vagyunk akkor is, hogyha hogy kidobnak az ajtón, akkor bevászunk az ablakon, ha az ablakon, és akkor a kéményen, ha a kéményen is be bejövünk, akkor a pincéből jövünk fel, mint a talajvízért, tehát addig megyünk, addig csináljuk, addig csírjuk, csavarjuk, amíg, amíg nem lesz úgy, vagy legalább kb. úgy, ahogy szeretnénk, érted, mire gondolok. Az meg, hogy a zenekar népszerűségének mi a sikernek titka, ezt nagyon-nagyon sokszor, sok helyen sokan kérdezték már tőlünk, vagy próbálták fejtegetni, vagy ilyesmi. Kézenfekvő a kérdés, hogy hogyan lehet bő 30 éven keresztül egy rockzenekart népszerűen csinál, népszerűben tartani, és ennyi sikert elérni. Nagyon hosszasan lehetne erről beszélni, nagyon sokféle aspektusban meg lehet ezt a kérdést vizsgálni, hogy mennyi munka kell hozzá, mennyi szervezési készség, mennyi mondjuk úgy szerencse, bár ez a szó nem feltétlenül szerepel az én szótáramban, de most használjuk az egyszerűség kedvéért ezt. Mennyi tudatosság, mennyi ösztönösség, mennyi elszántság, mennyi akarat, mennyi lemondás, blablabla, bla, bla, és most napestig sorolhatnám a jelzőket. Azt gondolom, hogy ezekből mindegyiből kell valamennyi. Mindegyiből kell egy kicsi, mindegyiből kell valami. Időnként egyikből több kell, időnként a másikból talán kevesebb. Az biztos, hogy az a fajta, az a fajta kompromisszumentes eltököltség, az anélkül, hogy nem lehet csinálni. Ezt éppen a napokban volt egy beszélgetésünk Debrecenben egy ilyen színházteremben egy, egy, egy aprópó alkalmával, ahol szintén egy hasonló jellegű kérdésért elmondtuk, hogy hogy alapvető is az szerintem, és nem csak, nem csak abban, hogy valaki most egy, alatt be, én ugye rock and roll, gyerekként, aztán határozom hogy rockstar leszek, és aztán később azzá is válok, ha úgy tetszik. Bár erről a sztár szól is lehetne egyébként Magyarországon, magyar viszonyokban beszélni, hogy vannak egyáltalán Magyarországon sztárok szerintem nincsenek. Népszerű ismert emberek vannak, stárok sztárok szerintem nincsenek, de ez egy másik kérdés. Egy szó mint száz, az mindenképpen fontos momentuma, hogy az embernek ne legyen béterve. És ne szándékosan ne legyen béterve, hanem egyszerűen csak azon kapod magad, hogy amúgy neked nincs béterved. Érde Tudod, ki mondja ugyanezt? Nem. Nem annyira ismert. Biztosan mici. sokan egyébként nem. Schwarzenegger. Ér. Az összes motivációs előadásának az egyik alapeleme az az, hogy amikor neked van B terved, akkor, akkor valami nem jó, csak onnantól, a terved. nem egy kicsit ilyen... Igen, mert hogyha, hogyha van, B, de hozzáteszem, hogy ez nem azt jelenti, hogy most innentől kezdve mindenki, aki ezt a beszélgetést nézi vagy hallgatja, az innentől kezdve dobja, ami a kezében van, és nem tudom, fusson fejjel a falnak, nem erről beszélek, de, de az biztos, hogy nekünk annak idén nem volt B-tervünk, nem gondolkodom abban, hogyha én nem rockstar akkor mi leszek. Ilágos. Én rockstar leszek, pont. Érted? Azért, azért mondtam, hogy ez, ez, nem, nem, nem is elsősorban tudatos bétertelenség, ezt a szép kifejezést használva. Igen, igen, de ez nem is egy tudatos dolog, ez sokkal inkább ösztönös, de ha most visszagondolok rá, akkor egyértelmű volt annak idején, hogy nem gondolkodtunk másban. Azért mondom, hogy ha az ablakunk kidobnak, az ajtunk kidobnak, ha a kéményen bejössz, a. A, tehát valahogy, valahogy, valahogy oda kell jutni, nincs mese, érted, ezt meg kell csinálni. És addig csináltuk, amíg így nem lett, vagy azóta is ezt csináljuk. És ilyen szempontból erre, arra a kérdésre és válasz ez valahol, amit kérdezt, hogy mi ezenek a népszerűségének a titka. Többek között ez. Nekem most ugye beszélünk arról, hogy már 30 plusz éve csinálod ezt az egészet, hogy van most így az elmúlt. 20 évből két ikonikus harc, az így a Fejes Tomi, ugye 2000 óta azt szám. Ő 2000 ha, éve elején csak. Igen, az a ezenekar, meg 12, talán 2012. így van. 2012, így van, így hogy, van. Hogy, hogy nyilván vannak az embernek hosszú távú kapcsolatai, akár kapcsolat, akár így baráti, de hogy azért mondjuk a Fejestomival is, a 2000 óta az nagyon kemény, tehát 20 éve Bizony. ismerjük a Tomit is valamennyire, hogy, hogy ez, ez mennyire gördülék, mennyire működik jól, nyilván ti ott vagytok egymás egyéni hátán, Debrecen környékén napi kapcsolatban hát de, de az az szem szem, ben, konkrétan. Hát úgy, mondom, úgy mondom, 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 hogy nem ér. csak környékén, mert... Hát, konkrétan de igen igen, szem, igen, 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 de igen. hogy, igen. És hogy ez, 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 hogy, hogy üzemeltetik? Hát, hogy nincs, nincs az időről időre, hogy Ó, már megéritt a fej. Ó, már megint a idő, vagy valami. Jó, hát, po, hogyha, foly... most erről, hogyha most erről minden hármunkat külön-külön egy-egy sötét szobában szóval megkérdezni, <laughs> és azt hazudnád, hogy ezt, és ezt senki nem tudja, csak, csak, csak én egyedül. Nem a viccet Nyilvánvalóan évtizedeken keresztül csinálni valamit, anélkül, hogy ne legyenek kisebb-nagyobb nézeteltérések, súldódás, vagy bármilyen más nézetkülönbségből fakadó ö, ellenszegülés, vagy ellenérzések, úgy nyilvánvalóan nem lehet. Olyan ez, mint egy kapcsolat, mint egy házasság. Csak ez még talán még a házasságnál is annyiból talán még nehezebb, hogy nem két emberről beszélünk, hanem jelen esetben háromról. Legalább. Hát meg benne a szex, azért tudja oldani. Hát abban ne legyél biztos. Nem, nem, nem tehát eleve, eleve, nem két embert kell valamilyen szinten összehangolni, hanem eleve hármat. Ami nyilvánvalóan megint annyiból talán nehezebb, mint egy, mint egy pár kapcsolat, hát páros kapcsolat, kettőleg. hogy itt három ember között is időnként, meg, meg, olyan ez, mint, egy, mint, a, mint a tóvíza, hogyha beledobsz egy, egy kavicsot, akkor az, az első hullám jó nagy. Ugye, ahogy Igen. beledobod a csobonás okozta első hullám nagy. De aztán az a hullám, ahogy megy a part felé, egyre kisebb és kisebb lesz, aztán végül szépen kisimul, és hogy elég nagy a vízfelület, és elég messzire dobtad, akkor a végén a partot már nem is éri hullám, Aha. ha úgy tetszik, vagy csak olyan pici, hogy az nem is lehet érzékelni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy időnként vannak hullámok, vannak hullám egyek vannak hullámbölgyek, de én azt gondolom, hogy önmagában azok az évek, azok az éveknek a száma, amiről az előbb beszéltünk, Tomi esetében bő 20 év, sidést esetében pedig bő 10 év, az mutatja azt, hogy hogy ezeket tudjuk kezelni. Ti barátok vagytok, használ ezt a titulust a kapcsolatotok? Én nem, én nem velük szemben használnám a barátom kifejezést, de az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk jóban egymással, uh -huh. hiszen nem lehet, rá, azt, tudni, azt, tudni, kell az egész zenekar, az egész tankcsodáról, hogy ezt mi azért csináljuk, mert szeretjük csinálni. Nagyon fontos dolog az, de ez emberileg is igaz, tehát velük szemben szeretet, meg az ő általuk velem szemben szeretet. Ha ez nem lenne, akkor nem csinálunk, ez nem kényszer. Nekünk nincsenek olyan szerződéseink, nekünk nincsenek olyan kényszerítő, motiváló dolgaink, ami miatt muszáj ezt csinálni. Együtt maradni, ha hanem nincs ilyen. Ha akarnánk, akkor ma azt is mondhatnánk, hogy ennyi volt, srácok, szép volt, jó volt, mindenki vagy a szilvózsa hanem is minden, de három irányába legalább, nem. igen. Uh, nem, itt, it, it egyszerűen csak arról van szó, ha ez, és most remélem, senki nem érti félre, volt ez a film, hogy túl a barátságom. nem értjük ez, igen. Hát ez több, mint, ez több, mint, több, mint egyszerű barátság a szónak a, a köznapi. Most nem kezdek bele a, 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 a szavak definíciója, hogy mit jelent a barátszó, mit jelent a kolléga szó, mit jelent a munkatárs szó, mit jelent a társ a, a egyáltalán, ilyen értelemben véve. De mi azt gondolom, hogy mi egymásnak egy kicsit minden vagyunk, és egy, és egy kicsit senki. értem, mire gondolok? Tehát, hogy, hogy hagyjuk a másikat, igyekszünk hagyni a másikat lélegezni is, igyekszünk, igyekszünk hagyni a másikat normálisan, szabadon gondolkodni, zenekaron belül és zenekaron kívül, magánéletet illetően is. De közben, mert mégiscsak, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon szoros közöttünk a kohézió, nem lehet másképp csinálni egy ilyen zenekart ennyi éven keresztül. Világos. Ehhez a részhez kicsit még hozzátartozik, ami szerintem nagyon érdekes, hogy hogy néz ki a, a zenészek életét Rengeteget turnéztok, rengeteg koncert van, rengeteg buli van, hogy kell ezeket elképzelni, és egyébként hogy lehet ezt a tempót ennyi ilyen hosszú éveken keresztül bírni? Hmm, a kérdésed első felére azért nehéz válaszolni, mert nincs egy olyan bevett metódus, ami azt jelenti, hogy a 2023-ban egy a gitáros énekes élete a következőképpen néz ki. 2.8-or, <laughs> akkor 8 8.40-kor, reggelizett, nincs ilyen. Nagyon-nagyon össze-vissza az életünket. Ami persze hozzáteszem, hogy ez abszolút hozzá tartozik ahhoz, amit csinálunk, és ezzel nekünk nincs az égvilágunk semmi bajunk. Ha lenne, akkor nyilván nem ezt csinálnánk, hanem valami mást. Bejárnánk, mint tudom valahová 8 tól 4 pént, hétfőtől mm. érted? És azzal nincs az égvilágos semmi baj, éppen az emberek túlnyomó szerintem nem azért nem szeretné, meg nem azért nem tudná ezt ilyen sokáig csinálni, mint ahogy mi csináljuk, mert egyébként ez nem egy vonzó dolog, meg nem, meg nem jó dolog ezt csinálni, hanem azt gondolom az emberek általában, az emberek általában uh, szeretik, hogy az életünkben rend vagy rendszer van. És ez jól is van így. Hát a miénkben ez nem nagyon van. Nem. És, de ez egy, ez egy jó értelembe vett rendszertelenség. Természetesen időszakonként vannak azért rendszerek, mert amikor turnén vagy, akkor pontosan tudod azt, hogy az esti koncert kezdéséhez képest mennyi tudsz aludni, mikor kell enned ahhoz, hogy ne legyél eltelve a kajától, de azért kellő energiád legyen, mit tegyél például, tudod azt, hogy mikor kell a hangbeállást csinálni, tudod azt, hogy mikor kell mondjuk kávézni, hogy a, a természetes folyamatok a koncert előtt megtörténjenek, hogy... Ne tolja meg a sort idő után. Igen, igen, hogy amikor az úgy nyomja az ócskát, hogy ez nem a színpadon történjen, remélem mindenképpen mire gondolok. Egy rengeteg olyan dolog van, ami, ami a mi életünkben is egyfajta rendszert jelent, a viccet félretéve, de hogy összességében azért a mi életünk jóval rendszertelenebb, hiszen van, amikor túrnéző van, van, amikor lemez készítő, van, amikor egyik sem, van, amikor mind a kettő egyszerre, van, amikor egy koncertért a másik koncertet követően csak mondjuk 200 km-t kell utaznod egy kis buszban, van, amikor 2000 kilométert repülőn, tehát hogy ez ilyen nagyon-nagyon össze-vissza az egész érted. Éppen ezért azt gondolom, hogy arra, hogy valaki ezt csinálja ennyi éven keresztül, erre ilyen szinten tényleg születni kell. Nem elég az, hogy szeretsz gitározni, nem elég az, hogy szeretsz zenélni, nem elég az, hogy elbírod viselni, vagy szereted is kimondottan a többi társaságát, nem elég az, hogy elbírod viselni a, a, a közönség feléd érkező igényeit, elvárásait, nyomását, szeretetét, blablabla, bla, bla de még az is kell ezen kívül hozzá, hogy egyébként bírd ezt az egész életmúlt, ezt a, ezt, a, ezt a fajta gyűrődést, úgy tetszik. Azért ennek is vannak nyilvánvalóan árnyoldalai, de mi azért nem szoktunk egyébként általában erről beszélni, mert az kicsit ilyen ilyen panaszkodás lenne, kicsit ilyen szorít a gyémáncipő dolog lenne, holott szó nincs erről. Egész egyszerűen csak ez, ez belejárója ennek. Tehát mi tudjuk pontosan azt, hogy ahhoz, hogy el kell jutnunk A-ból B-be, azért, mert ott este koncert van, akkor azt nem az a kérdés, hogy, hogy menjünk, hanem az, hogy hogyan. Milyen módon. Logisztika, pénzügyi része, stb. 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 Tehát nyilván rengeteg ilyen aspektus van ennek. Egyébként pedig Visszatérve a kölyökkori önmagamra, nyilvánvalóan 12-3 évesen, amikor még nem nagyon tudtam gitározni, úgy jöttem, hogy még az első akkoros igen voltak meg, de azzal a bizonyos Orfeusz bolgárgyártmányi bolgár dobozgitárral a előtt álltam, és így nézgettem magam, hogy majd hogy fogok pózolni, mert az nyilvánvalóan. Szóval szontos, szóval. Szóval. Aha, így fogom majd csinálni, majd így fogom tekergetni az ujjamat, és akkor a kicsajok majd sikertozni fognak. Uh, nyilván akkor egészen másképp képzeltem el azt, hogy milyen lehet rock, uh, ismert rockzenésznek mondjuk, hogy rockstának lenni, mint amilyen valójában az. Nem rosszabb, vagy jobb, de hogy teljesen más, az biztos nyilvánvalóan, igen. Egyébként az jutott eszembe, hogy mondjuk sportolókkal szoktunk arról beszélni, hogy azért nekik egy-egy meccs vagy verseny után szükségük van regenerálódásra azért nektek is megterhelő, mint amilyen a szervezetnek, hogy folyamatosan úton vagytok, vagy, vagy zenéltek, hát, vagy felléptek. Hát van minket. <laughs> Ezt tudom, hogy utána meg levezetés is van, gondolom. Így van? Ne, abszolút, ne ez szükséged van ilyen? Ez egyértelmű. Érzed magadon, hogy kell ez néha? Ez, ez, nyilvánvaló, figyelj, az ilyet sem lehet folyamatosan feszített tartani értelemszerű, érted? A gitárhúr is elpattan, ha túlhúzod. azt is időnként, tehát ott, ott is kell. Ez egész egyszerűen, természetesen mi is tudjuk pontosan azt, Főleg az évek előre haladtával ez egyre inkább egyfajta igényi válik benned. Meg kényszerre is, ha úgy tetszik, mert lehet úgy tenni, mintha még mindig húsz évesek lennénk, de akkor először magunkat csapnánk be, és aztán a következő lépésben mindenki más. Nyilvánvalóan nem. Természetesen nekünk is meg kell határoznunk azokat az időszakokat, azokat a szituációkat, amikor pihenünk, amikor feltöltődünk. Ez igaz egyébként egy turné időszakban, egy adott 24 órán belüli etapra is, hogy a napnak mely szakát használod pihenésre, mely szakaszát használod a felkészülésre, a koncertre és így tovább. Megigaz nagyobb léptékekben és hetekben, hónapokban, vagy ha úgy tetszik években, bár nálunk az években az nem igaz, mert az a zenekar megalakulása óta gyakorlatilag vagy túrnézik, vagy éppen lemez csinál. Nagyon-nagyon kevés olyan kivétel volt a Covid például, hogy ilyen szerencsétlen időszak volt, amikor akaratlanul kénytelenek voltunk. Az volt például a zenekar életében a leghosszabb időszak, a Covid időszak, amikor nyolc és fél hónapig nem játszottunk egyet sem. Soha nem volt a zenekarnak az életében ilyen Annak hosszú. a végén volt az autós koncert? Nem, 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 nem. az autós koncert az egy, az ilyen köztes időszak volt, akkor ott volt egy két koncert, többek között az autós kör, koncertek aztán 2020-nak a nyarán eh, akkor 500 főben limitált és csak szabatéren eh, megtartható igen. rendezvényeket lehetett csinálni. Mi akkor is csináltunk ezekkel a körülményekkel is, csináltunk egy 20-valahány állomásos turnét, eh, és innentől kezdődött egy olyan időszak, ahonnan 8 és fél hónapig nem állhattunk színpadra. Eh, szabatéren nem tudtunk, mert ugye tél volt jellemzően abban az <hül> időszakban ilyesmi, eh, zárt helyen meg nem lehetett csinálni bulikat, eh, egész egyszerűen az például egy olyan időszak volt, amikor nagyon sokáig nem koncerteztünk. Mit csináltál például akkor? Ó, új dolgokat írtunk, mindenki igyekezett hasznosan tölteni az idejét, akár egyénileg is, akár zenekari értelemben véve is. Bevallom neked őszintén, hogy, hogy hogy annak az időszaknak nem az volt az elsőleges kérdés a elsőleges kérdése számunkra, hogy hogy most akkor mit csináljunk, uh -huh. mert az ember mindig el tudja tölteni, ráadásul tényleg nem nagyon telik el úgy nap, hogy ne fognék meg egy gitárt legalább egy pár percre a otthon vagy a túlné, hát a túlné értelemszerűen, a próba helyen a stúdióban nyilvánvalóan, de otthon is, tehát nem telik el úgy nap, hogy, hogy ne fognék meg legalább egy pár percre valamelyik gitáromat, ami otthon van. Nem, nem, nem erről van szó, sokkal inkább az volt abban az időszakban a legrosszabb számunkra, hogy olyan, olyan időszak, hogyha azt mondod, hogy magadnak, ugye most a pihenés és a, a, a feltöltődés időszaka, hogy oké, okay, srácok, akkor most ebben az évben, mit tudom én, három hónapig nem koncertezünk, most a következő, mit tudom én, három hónapban nem koncertezünk, most mondok valamit. Akkor az tök jó dolog, mert egyrészt tudsz foglalkozni magaddal, a családoddal, másokkal, bármivel, de az benne a leges legjobb, hogy tudod azt, hogy ez az időszak meddig tart. Ebben a nyolc és fél hónapban nem az volt a rossz, hogy ilyen hosszúra sikerült, mert igazából vannak olyan zenekarok, akik mondjuk 20-25 év után két-három-négy év turnéznak, érted? Tehát nem, nem az idő tartom hosszúsága volt. Nem tudom, mikor van még és Hanem az, hogy fogalmunk se volt arról, igen, fogalmunk se volt arról, hogy mikor mondják azt, hogy jó, most már mehettek megint koncertezni. És ez nagyon-nagyon rossz érzés volt egy olyan ember számára, meg főleg gondolhatjátok, élete aki az egész, az egész, az egész, élete, az egész addig életét azzal töltötte, egy úton van, érted? A, a, visszatérve a Lila eredeti kérdésére, hogy ugye nem lehet az ilyet se állandóan megfeszítve tartani, hogy te csinálsz egy csomó ö, izgalmas dolgot, köztük olyat is csinálsz, ami állítólag a, a három legveszélyebb, legveszélyesebb sportág egyike a világon. Az izét mondják, a bázisugrást mondják, a, lovaglást, meg, meg talán valami igen, ö, palac nélküli ö, merülés. merülést. A szabad tüdős merülés. merülést, amiben a, ugye a Fatima igen, ö, most igen, éppen igen, a, a csúcsra jutott, hogy ö, hogy ezek meg, meg futsz félmaratonokat, tehát viszonylag sokat sportolsz, szereted a focit, hogy ezekről mesélj már valamit, mert egyrészt az, hogy tudsz repülőt repülőgépeket vezetni, ha jól értem. Hát, bárcsak tudjuk. Nem tudsz? nem, nem, nem. Én azt hiszem, tanultál repülőgépet. Nem, vezetni. vezettem már valaha kis repülőt. Na, de azt hogy? De a stikába. Hát, stikába. Ja, hát, Igen, Jó, Jó, És jól, az milyen élmény, szereted? Figyú, uh, akkor, akkor én soha nem voltam bázisugró. Ejtőenyőztem valóban. Volt tíz aktív ejtőenyős évem. Az hány ugrás a tíz év? Hát 350-et ugrottam. A sok vagy kevés egy egy, egy tisztességes ejtőnyös számára kevés. És egy, egy tisztességtelennek egy, meg azért. egy, 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 egy civil számára, meg ú, Itt. sok, sok száz ugrás persze. Egy szó, a, a, bázisugrás az egy, az egy másik műfaj, nyilván ott is eltőennyi nyílik az ember hátán, de most ebben nem menjünk bele, mert szakmai kérdés, ebben ja, nem okay. mennék bele. A szabad tüdős merülés soha nem próbáltam, ahogy, a a, a, a lovaglás sem áll hozzám túl közel, bár nyilván ültem már valaha lovan, lovagoltam már, persze. Nem igazán az én sportom a lovaglás. Nagyon tisztelem, nagyon szépek a lovak, nagyon szeretem, és jó nézni, ahogy szépen lovagolnak valakik, mások, de az nem az, igazából nem az én műfajom. Minden esetre az biztos, hogy szoktunk járni így ismerősökkel ilyen városi félmaratonokat futunk, de ez igazából hobbi, tehát... Na, hogy arra készülsz? Vagy egyszer csak elmész, az futsz ez fél Hát persze, készülünk rá. Rendszeresen futsz? Igen, igen, aha. Milyen igen. rendszeresen? Hát hát így, heti, 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 mondjuk heti két, három vagy három, négy, attól függ, mennyi, az, attól függ az időbeosztásunk. Aha. Olyan időszak van, amikor éppen ilyen időszakban, <laughs> akkor nyilván több időm jut rá. Mondjuk ezen a héten például most a beszélgetés hetében két alkalommal tudtam menni ezen a héten. És Futni. mennyit fut? Hát így reggelente mondjuk egy 10 km hát körülbelül. Az, ja. az... egy ilyen normális, azért nem túl sok, nem túl kevés. Hol fut? Debrecen mellett az erdőben. Erdőbenként. Hogy Hogyne, persze. Ja, szabad téren, persze, mindig szabad erdő. Ráadásul nem úton, nem betonon, hanem a erdő. Erdőben, erdő, erdő után, Így van, így van, így van. Egy szó, mint száz, ezek mind azt célt szolgálják egyébként, amiről beszéltünk az előbb a kérdésedre válaszolva itt is, hogy, 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 hogy kellő Kellő fizikai, meg kellő mentális feltöltődést tud magadnak biztosítani ahhoz, hogy a következő etapot a zenekarral tud csinálni, akár egy turnét, illetően akár az új dalokat, illetően a próbára. Hogyha mondjuk most például olyan időszak következik a zenekar életében, amikor újra új dalokkal foglalkozunk, majd is újra új lemezt akarunk, Prácsolva nem csak akarunk csinálunk is. Uh -huh. Úgyhogy ez is, ez is egy egész másfajta szegmens a zenekar csinálásnak. Most például nem fogunk ebben az évben ősszel túrnézni hanem ezzel foglalkozunk elsősorban új dalokkal, próbáján leszünk egy csomót. Balázsral beszélgettünk egy kicsit, hogy ugye fut nem eszel már húst viszonylag régebb óta, és az alkoholt is, hogyha jól tudom, kevésbé fogyasztod. Rosszul, tudod. rosszul tudom? <hállt> Azt nagyon. Akkor rosszul súgtak nekem. Dezinformáció. Ez, ez, abszolút, abszolút dezinformáció. Nehezen Le, értettük ezt a részét. Az, hogy most vegetáriánus, hogy nem az a... Az, az egy, lehet egy döntés, de az, hogy nem iszik egy rocker, hát nem, is nem, ilyet. nem, egy, egyébként ez is egy ilyen rossz stereotípia, hogy a rockerek azok isznak. Vagy pont erről én beszélni. Én azt gondolom, én én akkor is innék, én lász. akkor is innék, ha nem rocker lennék. <laughs> <laughs> Illetve elég, ha csak sídig megyünk, és nem kell más zenekart, meg más rockzenészt venni például, aki meg nem iszik, érted? Tehát ez nem, nem, érte. ettől, nem ettől függ ez. A húsevés az egy másik dolog, a húsevés az azért maradt el nálam, mert a, 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 az erőszaknak azt a formáját sem uh -huh sem kívánom támogatni, ami az állatok megöléséhez vezet, azért, az, hogy megegyük. Én, meg, én, én, el vagyok állati eredetű cuccok nélkül is. De ez, ez, ez az én magán milyen értelemben véve. Tehát úgy értem, hogy nem, én nem szoktam ezt a zászlomra tűzve propagálni, vagy nem vagyok propagandista ilyen szempontból, azt gondolom. Ha valaki megkérdezi, akkor ezt így elmondom, de nagyjából ennek nagyjából ennyi az oka, és ezt nem is igen szoktam ennél jobban túragozni. És ha, ha iszol, mit iszol? Hát ö, a betűs itarokat, a ső, a bú, a bármi. Figyelj, egyébként ö, bár sztereotípia, hogy a rockzenészek isznak, de nyilvánvalóan azért alakulhatott ki ez a sztereotípia, mert ha nem is minden rockzenész, meg nem is mindenki egyforma mértékben, de azért persze, hát a, 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 ez ugyanúgy hozzátartozik a turnézáshoz, a bulizás, a piálása, a, a, a koncertek utáni a összejövetel, egymásnak való örülés, olyan volt a mai búj, és akkor így... Úgyhogy, úgy, mondom, ezt is lehet jobban csinálni, lehet kevésbé, ismerünk olyan zenészeket, akik már nincsenek közöttünk, mert nem csinálták túl jól, ismerünk olyat, aki teljesen napszínes, nem tudom, hogy ő, ő csinálja-e a legjobban, maradjunk abban, hogy mi ilyen köztes állapotban. Kö, kö, köztes állapotban lévő zenekar, vagy zenészek vagyunk. Hogy néz ki egy tankcsapda uh, külföldön? Nem voltam még külföldi tankcsapda koncertet, már voltam, hogy ez milyen helyeken léptek föl? Ez nagyon változatos. Miután a tankcsapda um, egy magyarul énekrő zenekar, és ez akkor is igaz, hogyha Sydneyben játszunk, vagy ha Tel Avivban, vagy ha Oszlóban, vagy ha San Franciscóban, Világos. Mondtam, szándékosan jó messze lévő városokat egymástól. Ebből kiderül, hogy a földrajzot is nagyon jól ismer. <laughs> Igen. Szóval miután mi mindenhol magyarul éneklünk, nem csak Magyarországon, nem csak a magyar területeken, Éppen ezért nyilvánvalóan ez behatárolja a közönségünk mennyiségét, létszámát, összetételét is. Bilágon. Ezt nem kell különösebben ragozni. Soha nem akartuk magunkról elhitetni itthon, hogy mi most nem tudom, a óriási világsztárokká váltunk, mert nem erről van szó. Az viszont más kérdés, hogy vannak olyan országok, meg vannak olyan városok, főleg Európában értelemszerűen, ami közelebb van Magyarországhoz, ahol, ahol azért jó, elég sokan összeszaladnak még úgy is, hogy egyébként ilyen magyarul éneklő zenekar vagyunk, főleg, hogy olyan helyeken játszunk, ahol kisebb nagyobb rendszerességgel szoktunk játszani, most a beszélgetésünk hetében például játszunk abban a Müncheni klubban, ami elővételben már évek óta, hogy hol -e vissza visszatérünk időnként, az mindig tehát Nem is ragozom. Mennyi emberről beszélünk Igen, hány ember? hát figyelj, ez, 500 be, és 1000 fő között mozog, ami szerintem egy, egy, egy tisztességes hát, az egy komoly. Abszolút, hogyne. Úgy, hogy Úgyhogy a kérdésed, hogy hogy néz ki egy, egy, egy koncert, egy koncert külföldön, ez nagyban függ attól, hogy mennyire vagyunk messze itthonról. Ha nem vagyunk túlságosan messze itthonról, mondjuk Németországban játszunk egy hétvégét, mint mondjuk ez a hétvége például, ahogy lesz. Ilyenkor nyilván visszük a saját utcánkat, a saját felszerelésünket, szárazföldön, országúton, buszokkal, és akkor ez a dolog, akkor, akkor nyilvánvalóan technikai értelemben véve is közelebb áll a magyar buli klubkoncertek koncertek minőségéhez, hangulatához, vagy méretéhez, vagy jellegéhez. Minél messzebb megyünk, mondjuk tengeren túra akár keletre indulunk el, akár nyugatra, annál inkább használunk ott, ott bérelt cuccokat, annál, annál, nagyobb a rizikója annak, hogy nem feltétlenül azokat a cuccokat kapod meg, mint amit egyébként szívesen is szeret, uh -huh. és szeret, és uh előszeretettel használsz, bele lehet néha szaladni olyan helyszínekbe, ahol ilyen vakarod a fejed, hogy hú, hát azért ez így, mindegy, persze itt vagyunk, csináljuk meg, el van adva egy csomó jegy, hajrá, gyerünk, egy, két, hány, négy, nyilván nem vagyunk finnyásak egyébként ilyen szempontból, de az kétségtelen, hogy, hogy, hogy a külföldi koncerteknek a, 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 a a kvalitása az sok szempontból időnként kétségtelenül változó. Hozzáteszem, hogy mi mindenhol igyekszünk a lehető legjobbat kihozni, és a lehető legtöbbet annak érdekében, hogy a közönség bárhol is járunk, az a legjobbat kapja. Ennek érdekében például mindenhol előre felmérjük a, a helyi technikai lehetőségeket, előre felmérjük azt, hogy milyen módon lehet az embereket a szó jó értelmében kiszolgálni, és igyekszünk, ha lehet választani a, a, a jobb helyek közül a kevésbé jó, 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 jó szemben. De nyilván ennek rengeteg uh, egyéb aspektus van elég, ha csak a pénzügyi részét mondom. Nyilvánvalóan egy, egy, drág, egy jobb klub nyilvánvalóan drága a én a gondolok például. Érted? Hogy egy olyan városban játszunk, ahol tudjuk, hogy ez a drágább klub is megéri, mert lesznek annyian, akkor nyilván ott, ott azt választjuk, hogyha olyan helyre megyünk, ahol korábban nem voltunk még, amikor például Osztáliában turnéztunk, nem voltunk ott korábban soha, értelemszerűen uh, egy kicsit vakon voltunk, hál' mindent a jósült el, <síns> lehetett volna ez egyébként akár rosszul, rosszul első dolog is, de nagyon-nagyon jó volt. Szóval azért mondom, hogy nagyon-nagyon változó dolog ez. Függ attól, hogy milyen eszközökkel utazunk, repülővel megyünk, vagy autókkal megyünk az adott városok között, az adott országokon belül, nem tudom. Tehát tényleg nagyon sok minden függvény ez. Egyébként ezeket a külföldi lehetőségeket ti keresitek, vagy titeket keresnek meg ezekkel, vagy hogy néz ki? Ha most a külföldi koncertek alatt nem Magyarország, nem a, nem a magyar alatt, de területeket értjük, és én most így beszéltem. Igen, igen, a nem a magyaroság, az azt mi nem külföldi koncertek gondoljuk? Igen. Nem is etnikai értelemben, hanem egész egyszerűen szervezésben, szervezés, mert mindenféle más értelemben sem, hanem hogyha tényleg így elmegyünk messzebb, ezeket a bulikat, ezeket magunknak csináljuk. Tehát ezek tankcsoda koncertek amiket magunknak szervezünk, magunknak uh, uh, hozzuk össze a reklámot, a jegyértékesítést, a klubbérlést, a cuccbérlést, tehát magyarul ezek, ezek önálló tankcsoda koncertek a, mondtad -e egy fél órával ezelőtt, hogy <coughs> nem gondolod magatokat sztároknak, hanem ö, ismert ö, előadóknak, vagy... Ismert és népszerű, és népszerű igen. igen. Hogy mi, mi nálad a határban a... Mi, mi, mikor lennél sztár? Mondjuk, hogyha nem egy 9,5 milliós országban élnénk, hanem mondjuk Ildául, egy... Például, igen. Egész egyszerűen Magyarországnak a mérete, a, Magyarországnak a jellege. És itt elsősorban a méretről beszélek egyébként akár lélekszámban, akár területi értelmét illetően. Egész egyszerűen Magyarországon nem lehetnek sztárok. Számomra egy sztár, pontosabban, akkor én, én, én rosszul fogalmaztam, én, én azokat, a, azokat az embereket tekintettem valahai sztárnak, akik valahol, valamilyen értelemben elérhetetlenek, valamilyen szempontból egy kicsit más világban élnek, mint mi egyszerű átlag uh -huh. emberek. Ezek lehetnek filmszínészek, lehetnek sportolók, lehetnek zenészek, Magyarországon ez azért jellemzően legyünk őszinték, nem igaz. Tehát engem is, engem is, lehet látni a postán, engem is lehet látni az ABC-ben, ha úgy naponta, vagy a zöldségesnél érted. Természetesen, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, az ország túlsó végén nem tudom, Szalaegerszegi tankcsoda rajongóról beszélünk, akkor ő természetesen ritkán, ritkábban találkozhat velem, de hogyha akarná éppenséggel, akkor minden további nélkül találkozhat velem nap, mint nap, ha úgy az utcán. Mondjuk Debrecenben, Budapesten, vagy éppen Szalaegerszegen, hogy arra járunk nem ez a lényeg szerintem, így sokkal inkább az, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen azok a, tehát az a fajta sztár kultusz, sztár, mítosz nem bír kialakulni egy ilyen kis közösségben, mert jönnál jóval zártabb, jóval szűkebb az egész. Ezzel nincs baj egyébként hozzáteszem, tehát nekünk, nekünk nem hiányzik az, hogy utánunk az utcán ö, ö, hajszálakat cibáló, az emberek <laughs> szaladgáljanak. Őszintén szóval nem bánom egyáltalán, hogy nem egy olyan helyen élünk, ahol ezzel a dologgal kell szembesülnöm, vagy szembesülnünk. Ezzel nincsen semmi problémánk az évvilágon. De addig, amíg mondjuk Addig amíg mondjuk Beverly Hillsben érted a, beforduló, a, befordul, a lesetétett limuzin egy, egy nagy kapun, ami kinyílik, és tudod, hogy ott lakik, mit tudom én Jennifer Aniston, és maximum csak akkor láthatod, hogyha van egy nagyon hosszú távcsőd, mert egyébként a közelébe se tudsz férni, mert, mert, mondjuk biztonsági emberek védik minden lépését. Arról, és most mondtam, egy nevet lehet hogy ne, értem, világos. Igen, addig Magyarországon ez egész egyszerűen mondom a méretéből fakadóan, ez egy, ez, egy, ez, egy, nem létező jelenség. Vannak, akik próbálják Magyarországon magukat bármilyen szegmesben ilyenféleképpen sztárnak beállítani, én ezeken csak most szoktam leginkább. Egyébként te szereted azt, amikor mondjuk rajongók oda mennek hozzád, akár az ABC-be beszélgetnek veled egy kicsit, nem tudom, kérdezősködnek, fotózkodnak, te ezt élvezed? Abszolút. Figyú, az van, ö, egyébként napi szintű ez, tehát én nem múlik el a nélkül nap, hogy én ne csinálnék néhány szelfit emberekkel, ne adnék néhány dedikálást de ez teljesen természetes, teljesen normális dolog. Ez, ez olyan, mint a, hogy ha, ha, valaki erre azt mondaná, erre a kérdésre hogy őt ez zavarja, akkor ez kb. olyan, mint ha azt mondanám, hogy zavar az, hogyha a koncerten a dalok végén az emberek tapsolnak. Ez a, ez a szeretetnek, meg a felőt való lojalitásodnak egy megnyilvánulási formája. Koncerten az emberek a számok végén tapsolnak, vagy fütyölnek, vagy nem tudom, hújognak a hétköznapi életben meg oda mennek hozzá, hogy lehetne egy fotót csinálni, persze, hogy lehet. Ez teljesen természetes dolog, hogyha valakit ez zavar, akkor menjen el az erdőbe, ott a mókus nem fog tőle izé dedikálást kérni, nem biztos lehet, hogyha a favágónak még nem a favágót akarom bánni, nem, hogy fél, bát, csak hogy, tehát nem hiszem, hogy, hogy nem hiszem hogy hogy, hogy, hogy ettől az más kérdés, hogyha olyan helyeken vagyunk, ahol ez fókozottan, fókuszáltan, töményen megjelenik, vagy megjelenhet, ilyenek a turniállomások, mm -hmm. ilyen egy dedikálás, egy nem tudom, egy olyan sajtóesemény, ahol lehet, hogy ott vagyunk, és sok ember várható. Ott értelemszerűen ennek van egy formája adva. Tehát nem azon, hogy bárki oda és akkor ráncsgálnak, mint egy hülye gyereket, érted? Nem erről van szó. Természetesen ennek kell és lehet, is adni egy lehet és egy, lehet kell is adni egy formát, ilyen értelemben De a hétköznapi életben a sztárságra visszatérve, vagy a sztár kultuszra, vagy mítoszra visszatérve, azért mondtam, hogy mi ismert emberek vagyunk, hál' Istennek népszerű emberek vagyunk, de én nem nevezném magunkat sztároknak. A Magyarországon mondom, én senkit nem neveznék sztárnak. Az merült föl bennetek valaha, hogy, hogy vagy gondoljátok ezt magatokról, hogyha mondjuk nem magyar lenne az anyanyelv, amivel a leg, nem tudom ilyen, kézenfekvő, hogy kommunikátok a közönséggel, de mondjuk mondjuk angol nyelvű számokat csináljatok? Vagy hogy megpróbáljátok nemzet... Ennél nemzetközi színpadra lépni? Uh -huh. Lett volna ebben, vagy lenne ebben a tankcsapdában annyi, hogyha mondjuk ti, nem tudom, Írországban születtek, akkor most nagyot, még nagyobbat mennétek világszinten? Az van, ezt a kérdést én kétfelé osztanám. Uh -huh. Egyrészt, hogyha én, és most magamról beszélek szándékosan egyes szem első szemében, hogyha én mondjuk nem Magyarországon születtem volna, hanem mondjuk Sziaföldben például, akkor lehet, én lettem volna a körkobban, és 30 éve már fejbelőttel feküdnék a temetőben, érted? nem gondolom azt, hogy nekünk ne ide kell volna születnünk, uh -huh. nem gondolom azt, hogy nekünk nem magyarul kell volna valahol elkezdenünk énekelni. Az más kérdés, hogy természetesen a mi karrierünkben is volt ilyen időszak, amikor azt gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni az angol nyelvvel, pont azért, hogy esetleg tudjunk nyitni, szélesedni. De, de aztán nagyon-nagyon hamar rá kellett jönnünk arra, hogyha ennek a zenekarnak vannak erényei meg erősségei, amitől a zenekarok, vagy amitől az emberek szeretik a tankcsapdát, akkor az például az, hogy mi magyarul éneklünk. Uh -huh. És egész egyszerűen onnantól kezdve, hogy elkezdtünk angol énekelni, pont, pont az a része, vagy, 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 a lényegnek az a része mindenképp elveszett, vagy tompult, vagy csorbult, amitől egyébként a zenekar például szerethető nagyon sok ember számára. Éppen ezért mi nagyon gyorsan rájöttünk arra, legalábbis a 30 valahány éve vagyunk zenekar, ehhez képest nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy ha mi akarunk, ha mi, ha mi, ha, ha mi külföldön akarunk játszani, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogyha azok maradunk, akik vagyunk, tudjuk, hogy magyarul énekrő magyar, magyar rockzenekar vagyunk, mindenféle túlzó ö, jelző nélküli magyar zenekar a szó legjobb értelmében. Ö, mert, hogy a, mert hogy miután nekem magyar az anyanyelvem, ezentől a legjobban kifejezni magam, és nem angol. És persze nyilván most lehetne angolul szövegeket iratni másokkal, vagy elmehetnék nem tudom milyen nyelvkurzusra megtanulni, nagyon-nagyon jól angolul, és nem tudom, mit, hogy lehet ezt uh -huh. csinálni de őszintén szóval mondom, mi elég hamar rájöttünk arra, hogy, hogy nekünk, nekünk nem ez az útunk. Nekünk az az útunk, ami járunk is kávé. Világos. Ez az ön az úton, hogy lehet ö, fenntartani azt, hogy folyamatosan jöjjenek az inspirációk? Tényleg hát beszéltünk arról, hogy most már több mint három évtizede ö, létezik a tankcsapda. de nagyon-nagyon sok dalottok van, folyamatosan jöttök ki új dalokkal. Ö, honnan merítetek, és van-e olyan, hogy azt mondod mondjuk, hogy hú, én most egy picit kiégtem, és ez most nem megy? Az első kérdés, a válasz, az, hogy fogalmam sincs, vagy kb. kb de bon, exakt választ nem tudok adni arra a kérdés, hogy honnan jön az inspiráció. Pontosabban tudok, nyilván, mert az inspiráció jöhet és jön is bárhonnan, meg bármikor. Nem tudom ezt igazából ö, sablonok mentén megfogalmazni, hogy az inspiráció az úgy jön, hogy leülök egy papírral az asztalhoz, és akkor Ceruzával vagy tollal a kezem, vagy leülök a laptopom -e elé, és uh -huh. akkor a billentyűzettel, vagy nem tudom. Nem, egyszerűen csak vannak dolgok, amik az emberben, az ember fantáziáját megindítják, ezek lehetnek uh, tényleg a, a szó hétköznapi értelműben a legegyszerűbb helyzetek is, amikor látsz egy olyat mint amit most láttam például idefelé jövet, hogy egy, egy idősebb úriember, egy szerencsére nagy, kis, kis sebességgel, de mégiscsak elé fordult egy teheraktónak, akinek szegénynek a, a holt terében volt ez a kis autó, aki elé és persze neki is ment oldalról. Nem, még anyagi kár sem nagyon keletkezett, eh, emberi kárnak, aztán végképp nem, vagy hogy mondják, ugye személyisérülés, aztán végképp nem. De ez például egy olyan szituáció volt, ami így, így megragadott bennem, közvetlen közelről láttam ezt, én jöttem utánok más uh -huh. amerikai autókat. És lehet, hogy ez nem tudom, hogy van e vagy nem, de lehet, hogy beindít bennem valami a gondolat mellett, amiből aztán később akár egy dalszöveg lesz, ahol meg aztán egy dal. Lehet, hogy nem, lehet, hogy igen. Ugye ugyanez igaz a zene, zenei ötletekre is van. Van, hogy hallok egy dallamot, nem csak én, hanem akár Sidi, akár Tomi. Egyrészt, tehát mondjuk az, a kérdésed első felére itt rog válaszolni, hogy ez nagyjából bárhonnan jöhet. Egyébként pedig az, hogy én azt éreztem volna valahogy, hogy és nem tudok, vagy nincsenek ötleteim, és akkor most ajaj, mi lesz alkotói válságnak hívják ugye ezt általában. Ilyen meg azért nincs bennem, mert, mert, soha nem volt ilyen. Olyan természetesen van, hogy hetekig, hónapokig nem üteszem be semmi. Majd úgy értem, hogy semmi épkézláb, semmi normális, semmi jó, semmi olyan, amire azt gondolnám, hogy ezt egyébként meg kell mutatni, akárcsak a többieknek is, vagy aztán később az embereknek. De ez, hogyha volt is ilyen időszak az életemben, ez engem soha nem zavart, soha nem töltött el félelemmel, mert azt is tudom, hogy vannak időszakok, amikor meg azzal a példával szoktam élni, olyan, mint egy csap, amit kinyitva is. Mm -hmm. alig győzöm alá már Dézsát, hogy ne folyjon, ne a vízszana széjjel érted, és minél többet fel tudja belőle fogni, hogy tudjam aztán később használni, mondjuk locsolni vele a világot. Egész egyszerűen, ez, 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 ez ugye beszéltünk ma már a hullámzásról, meg a, meg a fázisokról, vannak a fentem, meg a lentebbi a hullámhegyek, hullámbölgyek, ez is kb. nálam így működik, vannak időszakok, amikor nagyon-nagyon sok ötlet jut eszembe, mondom, ezt a bizonyos csapot kinyitja valaki fenn, nem tudom, és akkor az én dolgom sok az, hogy minél többet lejegyezze belőle, minél hamarabb, uh -huh. <laughs> hogy aztán később lehessen vele aztán dolgozni. És hogyha olyan időszakban, amikor meg nem jut eszembe semmi, akkor sincsen semmi. Minden ötletből lesz dal? Nem. Nem, 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 hát annál, annál jóval több minden jut eszembe, meg ilyen mindenféle hülye, kecske meg és is időnként, amiket én <laughs> másnap megnézek, így papírra leírva, hogy a telefonon visszakad, jó, 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 hogy ezt nem mutattam a többiek, mert ez rettentően <laughs> Persze, hogy van ilyen, hát hogy ne lenne, természetesen. Vincent Van Goghnak se minden képe van kiállítva a vizébe, a, 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 nem tudom, a, a Nemzeti Múzeumban, Angliában, vagy Amerikában, nem. Egyszerűen csak e, vannak olyan, vannak olyan ötletek, amik aztán később dalokká, és a dalok aztán később nem ezek ki formálódnak egyébként a munkának, e, a, a, második fázisa. Az ötlet önmagában az egy, ugye szokták mondani az isteni szikra, ugye a lámpával szokták jelölni ezt a rajzokon, vagy a fotókon, hogy a fejed felett ez a bizonyos e, égő. Az, az, a pillanat az, ami meghatározza önmagában az egész kiinduló pontot. És aztán később, onnantól kezdve az már egyfajta, egyfajta rutin, meg egyfajta az ösztönből egyfajta tudatosságá váló munka az, hogy ebből aztán valóban dar szülessen annak megfelelő formájával, akár azért, mert, mert, mert olyan, ami, ami sablonokat igényel, akár azért, mert pont, pont nem a sablonokat igényli, érted? De onnantól kezdve az már egyfajta, technikai kérdés, a lényeg az a bizonyos lámpa vagy a szigara kigyulladás, hogyha az megvan, akkor abból lehet dal, de nem feltétlenül lesz be mindegyikből, persze. A Mennyország turist vagy a Pesten megjelent Isten kapcsán, van neked bármiféle ö, ilyen elmondható viszonyulásod valamihez? Istenhez, egyéb más hittel kapcsolatban van-e valami elköteleződésed elköteleződésem a szónak a kötelesség értelmében nincs. Egyébként, hogy arra vagy kíváncsi, akkor igen, Isten hívő vagyok. De én Aha. egyébként erről beszéltem már máskor is, meg máshol is. Ezt tolom túl, a vegetáriánizmus, hogy nem azért nem beszélek ennél többet erről, mert egyébként szégyelném, vagy bármiféle ilyen értelemben. Egyrészt a magán, ugye, másrészt meg nagyon sok olyan tankcsoda számon, ahol, ahol ezek a dolgokról én énekelek. Tehát igen, azt gondolom, ugye, hogy, aki egy kicsit jobban odafigyel a szövegre, az se baj, ha nem, de ha valaki egy kicsit igen, akkor azok számára ez a mostani mondatom szerintem nem volt meglepő, azt, azt gondolom. Na, nekem se, csak kíváncsi volt. Ja, Nem vagyok templomba járó ember, nincs az hited az hogy... van. Abszolút igen, Aha. igen, De egyébként ez már gyerekkoromban is így volt, tehát igazából az, hogy most ezt a tanúcsor énekeseként el is tudom mondani, vagy énekelni, ez csak azért van, mert egyébként egy olyan szócsövem van, ami erre alkalmas. Hitkérdés, nem is tudom, egy fél órával ezelőtt, amikor azt mondtad, hogy szerencsé, azt mondtad, hogy ez nincs benne a szótáradban, a szerencsében nem hiszel? Én azt gondolom, hogy a, a, igazából én a, a véletlen tehát a szerencse, véletlen, ezek ilyen kéz járó kifejezések, amik az éjszótáromban vagy nem szerepelnek, vagy ha szerepelnek, akkor más meghatározás alá esnek, mint a hétköznapi értelemben mondjuk a szerencsét vagy a, vagy a véletlent. Én azt gondolom, hogy a dolgok a világon, akár veled, akár velem, akár bármelyikünkkel nem történnek véletlenül, éppen ezért nincs az, hogy szerencsém volt, mert minden összefügg mindennel, minden vezet valahonnan, valahová, minden hatása van mindenre, ebben hiszek ilyen értelemben véve, és ezért gondolom, az más kérdés, hogy van egy csomó olyan dolog, aminek az okát, meg a miértjét, meg a folyamányát nem tudjuk megmagyarázni, és ezért mondjuk azt, hogy véletlenül az történt, képzeld el, vagy olyan szerencsém volt, hogy ugye ezt használjuk a, a köznapi beszédünkben, ilyen szempontból persze van szerencse, meg van véletlen, de egyébként valójában szerintem nincs. Hogyha félretesszük azokat az időszakokat, amikor komoly pá párkapcsolatban éltél, és nyilván soha senki nem csat meg senkit, hogy a a ezeken kívül időszakokban egy, egy, egy rock énekesnek, mondjuk egy ennyire uh -huh. közismert, népszerű rock énekesnek könnyű csajozni? Hát, hogyha arra vagy kíváncsi, nem voltam sok szégyelős. Ja. Erre, erre, voltam kíváncsi. De figyelj, de hát ez ugyanúgy része ennek az egésznek. Tehát igazából, figyelj, az is igaz, hazudnék, ha, meg hazudik az a rockzenész, aki ennek az ellenkezőt állítja. Amikor az ember 12-13 évesen, amikor kezd rá érezni a saját libidójára, fiúként, meg, aztán végképp. És aztán azt veszi észre, hogy ha a gitárnyakát, mint egy ilyen falikus szimbólumot, és most szándékosan ilyen szépen fogalmaztam, hogy a f*** szót nem akarom használni. Ezt így magad elé és azt veszed észre, hogy a kicsajok így, áh, így, így, meg egyáltalán ennek, van van egyfajta tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen libidóval telt üzenete, és azt látod, hogy ez működik, és mondom ezt, mindez 12-3-4 évesen ugye, kezdődő izé már jön, és te vagy a srác, és akkor majd izé. Persze, hogy az ember ezt élvezi. És hogyha valaki azt gondolja, hogy ez, hogy ez, ez nem befolyásol egy srácot abban, hogy ő gitáros legyen, ráadásul a basszus gitárnak, és nem akarok itt túlozni, de annak hosszabb a nyaka is érteket a gitárnak, minden gitározni is. Jó, gitározni is, jó vannak rövid is, de ez egy szakmai kérdés, most nem menjünk, nem Igen, menjünk bele, a viccet természetesen ez is, egy, ez is egy befolyásoló és motiváló tényező volt. Az én életemben egészen biztosan világ életemben szerint ez így volt. Az is igaz, itt az előbb beszéltünk a piálásról is, például, vagy egyáltalán erről a bulizásról, meg azt, hogy, hogy érted, hogy, hogy nem, véletlen, nem, véletlen, az, azért abban a kamerán mutatom, mert az néz engem, ha jól látom szemből, nem véletlen az, hogy a tankcsövenek a legelső anyaga, ami ugye a kazettán jelent meg annak idején, bajban volt a címe 89-ben, annak ez volt a borítója, érted? Tehát innentől kezdve ez meghatározta már azt megelőzően is, meg az volt és az egész tudottnak hozzáállást. És ennek része is persze. Világos. Meséltél arról, hogy Debrecenben egy 53 és 54 négyzetes panelban indultál lapával, anyával, meg a kistes, a kisebbítésoddal, vagy a a hugoda, és hogy ö, nem forintálisan, abszolút egyszerűen csak, hogy hogy kell elképzelni mondjuk egy, egy Lukács Laci életszínvonalat most így, 50 pár év pluszba, hogy hova lehet, ho, ho, hova lehet eljutni. Kertesházban laksz van jó autód, van nem tudom én, vannak üzleti vállalkozásaid, mert hogy egyébként így, mondjuk a külföldi sztárokról beszélünk, uh -huh. akkor ott azért nagyjából lehet tudni, hogy nagy baj ja. nincsen, tehát hogy meg tudja venni a drágább kifrit is. Világos, hogy, világos. Hogy ezt kérdezem, hogy, hogy erről mondasz egy párat, hogy meddig jutottatok el? Figyú, a, a, most a, a kérdésed végén többes szám most használtam. Mond használtam, hogy meddig jutottatok el. Téged kérdezlek. Ez azért, igen, azért, azért, fontos ezt így kiemelni, mert, mert Ismerünk egy csomó olyan ö, pályatársat, aki egy időben nagyon sok pénzt keresett, és most nagyon lemar a gatyája a alatt. Uh -huh. Ismerünk olyat, aki nem keresett soha sok pénzt, de okosan és ügyesen használta az anyagi potenciáit, és tényleg szépen tisztességesen él. Megismerünk olyat is, aki ö, egy csomó pénzt keresett, azt jól feltette be, és most meg még több pénze van. Érted, mire gondoltál? Most mondtam mondom, mondom három szegmest. Én személy szerint, vagy engem személy szerint az anyagi dolgok olyan nagyon soha nem érdekeltek. Biztos, hogy lehetne annál több pénzem, mint amennyi van. Biztos, hogy lehetnének drágább dolgai, mint amilyenek vannak. Biztos, hogy lehetnének üzleti vállalkozásaim is, vagy nem tudom, milyen befektetéseim, vagy a fene tudja. De én a sorsnak abban a szempontból is egy óriási kegyeltje vagyok, hogy én világéletemben bőven el voltam idézőjévetéve a szerény körülmények között. Természetesen kiflivételi vagy vásárlási problémáim nekem sincsenek. Hazudnék, ha ezt állítanám, mert hál' Istennek nincsenek. De igazából azt mondom, én azt mondom neked, hogy mióta, mióta a zenekar átfordult ezen a ponton, hogy már nem csak befeletettük a pénzt annak idején, mint annak idején, hanem már keresünk is belőle a pénzt. Én világéletemben úgy éreztem magam, hogy, hogy nekem mindig volt pont annyi pénzem, mint amennyire nekem szükségem van. Hát ez Hozzá... egy szerencsés attitűd. Hozzáteszem azt, is, é. hozzáteszem azt is, hogy amikor a, amikor, amikor a seggünk kilógott a farmágatjából, meg lyukas volt a tornacipőm, és abba jártam télen nyáron másfél év, mert az egy cipőm volt, engem az se zavart, mert hogy azt csináltam, tuk, meg csinálhatta, meg csinálhattak, amit szeretünk. Az, hogy most már ezt egyébként anyagilag is elismerik, ez egy tök jó dolog. De őszintén szólva, egyébként igen, kertes házban élek, jó autón legalábbis egy olyan autón, jó autón van, hát most egy, nem tudom, egyébként én nagyon szeretem, hogy egy, egy Opel Insignia az egy, az egy, az egy nem, egy nem egy luxus autó, azt gondolom, viszont az én igényemet kiválóan kielégíti, Egyébként ez jó példá, az azt is, hogy, hogy, az, hogy, hogy, az, én igényeimet e, ilyen értelemben véve az az én igényemet bőven hozzá lehet vetni bárki más, egy átlagember, vagy egy, egy, hétköznapi ember, úgy értem az átlagszót, egy hétköznapi embernek e a, a, dolgaihoz. Nem, nem nagyobb a házam, vagy nem drágább a házam, vagy nem több, e nincsenek ékszereim, nem tudom, mit tudom én érte. E egyszerűen csak, nem, nem, engem, engem, a világnak soha nem ez a része érdekelt elsősorban, sokkal inkább egy csomó mindenféle más, beszéltünk a Feredei Kalitkáról, ugye a fizika Engem a világnak sokkal inkább egy csomó más része, meg aspektus, érdekelt, és érdekel minden mai napig. Mondom mindezt úgy, hogy nem szeretnék álszerénynek sem tűnni, mert egyébként én örülök annak, hogyha bemegyek egy boltba és vásárolni és szeretnék mondjuk kiflit, akkor nem feltétlenül kell megnéznem, hogy a melyik kifli hány forintba kerül, hanem hogyha két kiflit szeretnék venni, akkor kettőt veszek, ha meg hármat, akkor meg hármat. Tehát ilyen szempontból anyagi biztonságban érzem magam, ezzel nincs az évvilágon semmi baj, hála Istennek, de nekem nálam ez az anyagi kérdés soha nem volt különösebben központi. De akkor nálad sosem merült fel az, hogy esetlegesen mondjuk elszállj, mert tökre el nem képzelni, hogy valaki más, aki a te helyzetedben van, az mondjuk egy kicsit elkapatja magát ilyen szempontból. Ö, nem. Anyagi értelemben biztos, hogy nem voltam soha ilyen elszállós típus. Az, az is igaz, hogyha az elszállást, a, vagy, a, vagy a kicsit ilyen nagyképűvé kezdek válni, és aztán hál' Istennek volt, aki visszarángosan, vagy voltak, akik visszarángosan a, 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 a talajra, hogy a két lábbal álljak rajta továbbra is ilyen szempontból, Ilyen időszak azért volt az életemben, nekem mm. is volt, amikor elhittem magam, hogy rá most már megvan minden. Tehát innentől kezdve érted, amikor, amikor először voltunk olyan turné, hogy mondjuk már, már nem ilyen mindenféle rissz-rossz, foltos, lepedős koliszobákban húztuk meg magunkat, hanem már szállodákban laktunk, ahol már a esténként a tévében már pornócsatorna is volt, ahol már ingyen volt a pia, meg mit tudom én, amikor ilyen turnén voltunk először életünkben, ez még a 90-es évek közepén járunk kb. nagyjából. Az, ez menő igen akkor én akkor én is azt gondoltam hogy megérkeztem egy csajok izé minden buli bu, vő buli fanta ugye <laughs> <az>, korábban <laughs> is izé persze és ak akkor volt egy olyan időszak amikor azt kezdtem magamról gondolni hogy hogy de, 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 de meg De aztán nagyon gyorsan ráébreszettek engem a többieknek, persze én magam is rájöttem nagyon gyorsan arra, hogy ez egy ilyen nagyon talmi dicsőség, meg, 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 meg látszat, látszat, rakendrosztárság, mert a dolognak nem ez a lényeg, és hál' Istennek ez, ez az időszak, ahogy tudja, is múlt. Kik azok, akiknek egyébként a véleményére adsz, akik mondjuk ebben az időszakban egy kicsit így visszarántottak? Hát leginkább azoknak a véleményére vagyok kénytelen adni, akik engem kritizálnak negatív értelem. Úgy értem, hogy kritizálnak. Azok az emberek, akik, 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 akik körbe, körbe vagy ajnároznak, akár ismerve, akár ismeretlenül hogy ah, micsoda remek ember, vagy mennyi műző, jó, milyen jó számokat írtok. Ez tök jó dolog, és most nem arról beszélek, hogy, hogyha a dicséret ér engem, hogy minket, akkor az rosszul esik, nem erről van szó. De leginkább az, a, az embereknek a véleményére kell adni, és nekem is meg lehet ezt tanulnom valamilyen szinten, vagy még mindig ennek a tanulási folyamatnak a, 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 részese vagyok most is, amikor meg kell tanulnod azt, hogy fel kell tudnod, vagy el kell tudnod fogadni azt, hogy a hozzád közel álló embereknek a negatív véleménye az, az, nagyon is megfogadandó, vagy megfontolandó, és ezen még akkor is, ha az első alkalommal, amikor hallod ezt, akkor szarul tud néha, persze. Bántanak a kritikák amúgy? Azok a kritikák, amik építő jellegűek, azok nem bántanak. Azok, amik meg egyszerűen csak szapulnak, azokat meglepom. Uh -huh. Nem szokták kommenteket olvasni? Hát meg nem, jelen. nem. Bár meg aztán végig nem szoktam senkinek. Nem beszélek Legf sokat. Legfeljebb magammal szoktam ilyen mondani hogy egy egy, -egy ölt, hogy jöjjön a szíved, jó, a <laughs> <laughs> <Üre> egyes. <laughs> egy, egy olyan, olyan palinak, mint te, aki sikeres vagy, azért végigjártál el egy elég hosszú utat, ahogy mondtad, gyerekkorodtól, ahol most tartasz, ez egy elég, elég, nagy, nagy, ö, nagy és emelkedőre út, hogy, hogy neked van valamilyen küldetésed, vagy van egy olyan állandó gyakorlatod, ahol mondjuk mai feltörekvő fiatalokat karoltok, támogattok, próbálsz nekik segíteni, vagy ez egy abszolút tőletek távolálló dolog? Nem feltétlenül a távolálló kifejezés használnám, de az kétségtelen, hogy a mi időnkben, meg energiánkban egyelőre még leginkább az is csak szűkösen fér bele, hogy a saját életünket és a zenekar életét menedzseljük a szónak ebben az Aha. értelmében. Tehát az, hogy most mi másokkal foglalkozunk, ott még nem tartunk életformában. Le könnyen lehet, hogy eljön majd az idő, amikor már nem fogunk ilyen aktívan túlnézni, vagy nem leszünk már ennyire aktívak, mint zenészek, mint zenekar, és ha valaki kíváncsi lesz a véleményünkre, akkor elmondjuk. Egyébként ez most is megtörténik, meg megtörténhet, nem erről van szó, hogy nem. De ezt ilyen szervezet formában egészen biztosan nem teszük, mert egész egyszerűen nincs annyi idő meg energiánk, Pontosabban, amennyi időm meg energiánk van, örülünk, ha abból a kijövünk, ha kijövünk. mi magunk. Értem. Így van, pontosan, igen. Ha már saját élet, saját életetek, de inkább a tiéd, van valami olyan, meg így a bakancs listádon, ami akár mostanság közeljövőben mindenképp szeretnél megcsinálni? Akár zenekarral, akár... Delfinnel úszás. Bármi. <laughs> Egyébként, hogy az úszás mondod, akkor például én soha nem búvárkodtam még. Úgy értem, hogy palackos. Nyilván sznól keresztem már csomószor, mit tudom én, ilyen tengereken is, mi, de hát az, az, igazából az tényleg olyan, mint hogyha valaki utasszállt a repülőgépen repül, és akkor elmondhatja magáról, hogy repült már, de azért a repülés az, az, az más lehet. más. A, repülés érzése a feeling más. Szóval miután ilyet nem csináltam még, ezt például remélem, hogy egy még, egyszer még adja majd. Illetve, ami ennél sokkal föltől elrugaszkodottabb, és itt most a föltől elgazdott szót, ezt vastagfélcel, vagy ilyen szöveg kiemelővel szeretném hangsúlyozni az az, hogy én már gyerekkoromban is arról álmodoztam, hogy én szeretném egyszer látni a bolygót kívülről. Magyarul szeretnék, ha úgy tetszik, űrhajósá válni, vagy nem tudom, űrutazóvá válni. És miután tudom, hogy mostanában van egy csomó olyan, olyan vállalkozás, ami egyre, most még persze rettentő sok pénzért árulnak ilyen lehetőségeket, amik nem sokára, ha igaz, akkor elfondnak ezek, a, ezek az űrugrások, meg ezek az orbitális pályák, ahol mint egy percig súlytalanság van, de már látod azért a Földet magát. Én nagyon bízom benne, hogy még az én életem során elérhető ár, vagy elérhető összegű közelségbe kerül az, hogyha nem is mindenki számára, de, de egy olyan ember számára, mint én vagyok anyagi értelemben és elérhetővé válik ez a fajta cél. Ez ugyanolyan, mint, mint, mint régen, ugye mit tudom én, ezelőtt nem kell, túl sokat visszamenni az időben, csak pár évtizedet nem, nem, nem ismerték az emberek, az emberek túlnyomó része nem ismerte a repülést, mondjuk az utasszállító repülőgéppel, hogy most akkor elmegyek. Most, ha el akarsz menni Londonba, Beütöd az internet keresőbe, hogy pikpak kupak, kifizetsz pár ezer forintot, hogyha nem tudom, fabados légdása, akkor felülsz, még visszajössz. Manapság ez szerintem egy átlagember számára is egy teljesen elérhető dolog. Ez ezelőtt néhány évtizeddel még nem ilyen volt. Nem, hát az én gyerekkoromban abszolút. Abszolút, és én abban bízom, hogy még az én életemben eljöjjük azt a, azt a szintet, technikai fejlettségi szintet, úgy értem, ahol ha nem is ennyire hétköznapivá válik, de legalábbis jóval elérhetőbbé válik majd ez a fajta mondjuk úgy űrrepülés. <hály> Érdekes. Van egy ide csatlakozó kérdésem, az az, hogy mi helyel közel egyidősek vagyunk, és engem mostanában már nem én vagyok a lényeg, csak innen jön az ötlet, hogy megkérdezem, hogy engem mostanában elkezdett az foglalkoztatni, hogy én 50 környékén vagyok, és hogy jó esélye ez már egyébként a, a tehát még egyszer ugyanennyit leélni arra egész pici esélyt látok. Hát legalábbis jó, a kisebbre az esély, mint annak, hogy nem. Igen. Tehát azt mondjuk százat. A pici az nem, nem biztos, az végül is egy százalék, és pont egyenlőbb, mint a kilencven. Én hiszelek. Sőt, ez 50 százalék, vagy igen vagy. Nem. Egyébként igen, igen. egyetértek. Pontosan rengete, így, van. így van, vagy, vagy megélünk a százat, vagy nem, és ez biztos. É, ennyi. Hogy, hogy téged foglalkoztat ez a téma? Ugye én amennyire tudom, hogy 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 azért nem bánnád, ha előbb-utóbb lenne gyerekáldás, vagy gondolkodtál rajta, hogy nem el tudnád kezdeni, hogy apa vagy. Van még, nem tudom, tegyük föl, hogy legalább egy 40 évet, de hát azért már vannak az utolsó 20 évben, gondolom. Semmiképp nem, kér, 20... nem befele megyek már, és nem kifelez Azt ezzel. gondolnám azt nem én is, igen. Az nem, nem kérdés, kérdés, nem kérdés de így. hogyha arra vagy kíváncsi, hogy ez engem A zavar -e, B, -e? Nem, azt, azt nem gondolom, hogy zavar -e, csak hogy gondol, foglalkoztat -e ez a kérdés? Hmm. Nem nagyon? Nem nagyon. Különösebben nem. nem. Én abban a. Szerencsés helyzetben vagyok, bár a szerencsére az előbb beszéltünk, de most is használják ezt, mert az emberek így <laughs> fogalmazni. Helyzetben vagyok, hogy, hogy én, én mindig megélhettem a, 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 az életemnek az adott pillanatait, az adott örömeit. Nem mindig volt, amely, volt ez mindig ilyen, ilyen fekvő számomra, de az évek múlásával egyre inkább azt érzem, hogy tök jó dolog, hogy megélhetem azt, hogy mondjuk felmegyek egy színpadra, ahol sok ezer ember áll, és énekli a dalokat, és ők ugyanolyan élvezik, élvezik a koncertet, amit mi játszunk, gyakorlatilag ugyanazért vagyunk ott, mert szeretjük a tankcsoda számait <laughs> játszani, Egy vagy hallgatni, érted, mire gondolok, szeretjük a rockzenét, vagy egyáltalán szeretjük az egymást, társaságát, a szónak ebben az értelmében. Szóval nekem mindig is megvolt az a fajta, az a fajta uh, áldott állapotom, ha úgy tetszik, uh, hogy megélhettem mindezt. És éppen ezért ez soha nem attól függött, hogy éppen hány éves voltam. És ez most sem ettől függ. És őszintén szóval, hogyha Hogyha, hogyha nekem ma kéne abba hagynom az életemet, se lenne bennem semmiféle hiányérzet, ahogy azt se bánnám, hogyha a 90 éves születésnapomon te köszöntenél meg. Hagyja, <laughs> jó <laughs> Érted? Tehát igazából nem, de igazából mondom én, tudom, hogy ez kicsit ilyen, meg ilyen, meg ilyen, ilyen izének tűnhet, ilyen, jaj, hagyom át, már. ennyire azért senki nem fatalista, de igen, de én, igen, én, 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 én azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy ha valaki el, el tud érni annyi mindent az életében, meg annyi mindent tud csinálni, annyi ember számára tud annyi örömet okozni, mint ami nekünk megadatott, nekem személy szerint is, ha úgy tetszik, akkor Isten igazából, el, előbb-utóbb eljön ez, ez az állapot. Mondom, még egyszer, nem azt mondom, nincs bennem ilyen szempontból halálvágy, vagy nem tudom, értem. Érte? Én szerintem szó szerint értem. Ha én, 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 az... én, 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 holnap vége lenne, akkor sem akkor is, lennél, akkor is. akkor ki lennél egyezve az eddigi akkor nincs is neked semmi olyan, amit mondjuk egy másképp csinálnál az eddigi karrieredben? semmiképp. Egyrészt nem tudnám másképp csinálni. Az időt visszafelé nem hát ez tudjuk. valóban. De most a viccet félretéve nem akarok itt belemenni ebbe a mély filozófiai tartalomba. Nem, a viccet félretéve. Tehát egyrészt nem is tudnám, még ha akarnám se. Másrészt meg azt gondolom, hogy mindennek Azért kellett úgy, meg olyan formában történni, hogy most itt ülhetsek, és veletek erről beszélgethessek. Azt gondolom, hogy ez nem úgy történt volna bármelyik szegmense, akkor, akkor, akkor most nem az lennék, aki vagyok őszintén szóval, az összes hibámmal, összes erényemmel, összes fájdalommal, összes, összes örömömmel azért tudok az lenni, aki vagyok, mert az egész életem úgy történt, mint ahogy. Beszéltem, nekem a feleségem az nagy tankcsapda rajongó, már nem tudom már 20 éve, én rajta, rajta keresztül nyilván hallottam róla, de hogy azóta, mióta együtt vagyunk, azóta kicsit így kénytelen is vagyok készülni. Volna, kellett... nem, nem, volt, de hogy ez egy jobbik eset, mert mondjuk, hogyha mi volt a Rámsteinre Te a... választottad őt, nem de így így, 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 így áll. Áll. Szakita, szólyat, szagolsz, ez így igaz. Hogy, de hogy jobban jártam, mert most meséltem nektek, hogy nekem egy, mint egy Rámstein, nem elítélve a Rámstein rajongókat, engem felkavar, nekem nem adja azt az élményt. Javi, tankcsapdánál, ahogy így elkezdtelek titeket megismerni, nem az elmúlt tíz évben jobban, van egy csomó olyan ö, dolog, amit így, így, szeretek, és közel érz, állónak tudom most már érezni magam. Sőt, van olyan, hogy megyünk A-ból B-be, és akkor a kocsiba a telefonról tankcsapdát teszek be a válogatásba. Ja, világos, világos. De nem azért, hogy nyalizzak otthon, hanem az, mert... Ja, egyszer... hanem, mert van olyan, ami neked is lehet Lehetne világos, be, világos. Na és akkor az, az gondoltam, hogy most miért találkozunk, ma meg így beszélgetünk hosszabban, megkérdezek egy-két tankcsapdához nálam jobban értő emberkét, vagy régebb óta elköteleződött embert, hogy mit kérdeznének meg tőled. És akkor érdekes módon öt, öt, vala, öt embert kérdeztem, és abból három ugyanezt a kérdést tette föl, hogy kérdezem már meg a Lacitól, hogy, hogy a, a ezelőtt nem tudom én, 20-25 évvel működő tankcsapda, az az ő megítélésük szerint ez egy, az egy rock mainstream valamilyen zenekari irányzatot képviselt, és hogy ami mostanában van az elmúlt években, nem tudom, minden számra gondoltak, vagy csak egyre-egyre, de ugye kicsit ilyen populárisabb, könnyebben nemészhető kevésbé régi tankcsapdás dolog, és hogy hogy ennek mi lehet az oka? Uh, hát, hogyha most uh, a beszélgetést most kezdenénk az elejétől, Igen? akkor is egy egész műsor tele tudnék ezzel, az, az, ennek a kérdésnek a megválaszolásával beszélni, de hogy igyekezzek uh, el is mondani, a, azon igyekszem, hogy el is mondjam azt, amit gondolok erről, meg azt szóval is vagyok, hogy ne legyen túlságosan bőlére ezt, be ez a mondóka. Több, több része van ennek. Egyrészt azok, akik ezt kérdezik, értem a kérdésnek a lényegét, azt is tudom, hogy miért teszik föl. De nagyjából és egészében ezzel együtt is megkérdezhetnék, hogy mi lett a világgal az elmúlt 25 évben. Mi lett azzal a világgal az elmúlt 25-30 évben, amikor, ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, hogy még ikervonalas kábeles telefonunk se volt, és akkor már volt tankcsoda javában. Uh -huh. Most meg, akinek nincs okos telefonja, az buta. Legábbis uh -huh. ezt gondolják a, a többiek. Mi lett azzal a világgal, ahol mesterséges intelligencia határozza meg, hogy a szőkenőnek milyen szőkének kell lennie a színének, vagy milyennek nem. És most mondtam hirtelen két technikából, vagy a technológia fejlődéséből kiragadott példát, de éppen az egész világot körbe-körbe lehetne ezzel a dologgal kapcsolatban járni. Ezért csak azt akartam mondani, hogy a világ nagyon-nagyon sok szegmensében rettentő sokat változott. Mitől ne változna a világban lévő dolgok bármelyikével együtt a tankcsapda is? És, ami ennél fontosabb kérdés, miért ne változhatna? Miért kéne nekem úgy tennem, mintha még mindig 25 éves lennék, holott már 55 éves vagyok? Miért lenne jó az, hogy én megpróbálnám eljátszani azt, hogy még mindig nincs pénzem, nincs nevem, mitől legyen jó kérdben? amikor már régen van pénzem, meg régen van nevem is. Pedig azt hiszem, hogy is én írtam ezelőtt 30 évvel, érted? Én, teljes <coughs> mértékben. És hozzáteszem, hogy mind a mai napig teljesen őszintén is hittel tudom énekelni, mert egyébként én éltem meg, az én gondolataim, az én lelkemből fakadó szövegek. Ráadásul biztos van ma is a közönség soraiban olyan srác, aki most abban az élekori stádiumban van, hogy nincs pénze, nincs neve, és néha emiatt eszébült, hogy mitől legyen jókedve, kedve. Hogy most a szöveget idézem. Egyrészt. Másrészt én azt gondolom, hogy, hogy ha hogy azok az emberek, vagy azoknak az embereknek egy jó része, aki azt kérdezi, és azt veti a szemünkre, hogy miért nem olyan zenét csinálunk, mint mondjuk ezelőtt 20, 20 vagy 30 évvel, azok, ha olyan zenét csinálnak, mint ezelőtt 25 vagy 30 éve, akkor azt kérdeznék, hogy semmi más, ugyanazt, hogy ósa, hagyj, már 25-30 éve, semmi új ötlet, semmi, semmi, semmi invenció, hogy akkor ez uh -huh. hogy van? Sőt, tovább megyek, meg se kérdeznék tőlünk, mert egész egyszerűen nem lenne, aki megkérdezze, mert elfogytak volna mellettünk, meg költünk az emberek. Egész egyszerűen én, 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 én nem hiszek abban, hogy uh, pontosabban én abban hiszek, nem, nem is arról beszélünk, hogy miben nem hiszek, beszélünk, hogy miben hiszek, én abban hiszek, hogyha valakinek vannak ötletei, meg elképzelése, meg invenciói, arról tesben ugye, hogy van, mikor folyik a csabó mint a víz, mm -hmm. valamikor van, nem semmi, de vannak ötleteid, amiket szeretnél a világnak elmondani, akkor miért ne tehetnéd meg ezt? Miért kéne nekem olyan szempontok szerint osztályoznom a saját gondolataimat, hogy újra erre mit fognak mondani, ha nem tudom milyen korszakunkból, Hozzáteszem, már ismert egy kedvelt emberek. Egyébként meg, hogyha belegondolunk, és akkor nem is akarom a dolgot csak a zenekarozásra leszűgíteni. Az egész rock and roll, mióta ez a fajta műfaj, mondjuk az 50-es évek vége, a 60-as évek eleje óta elkezdett szárba szökni az egész világon, és aztán letarolt, és most már egy jóféle válfaja van elektronikus értelemben véve, és meg mindenféle szempontból a könnyű zene fogalmazunk egyszerűségedvéért így. Az mindig is, a rock and roll, mindig is arról szólt, hogy én azt csinálom, amit akarok. Ti ebbe ne ugassatok bele. Még egyszer mutatom az első lemezünk borítóját. Érted? Ehhez képest miért kéne nekem azzal foglalkozni, hogy ne azt csináljam, amit akarok? Hát az egész életem arról szólt, hogy azt csináltam, amit szerettem volna. Ahogy lehetett, meg ahogy meg amikor lehetett. Persze, amikor katonának kellett mennem, mert muszáj volt, akkor se próbáltam kishűnyodni, mert azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ezt úgy oldom meg, hogy. És nem, 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 nem a szél lesz, mert próbáltam pisülni, hogy majd tiszta legyek. Bocsánat, hogy ezt mondom, meg hogy átfújja. Mi fiúk tudjuk ezt. Igen. So sokkal inkább azt mondtam, hogy oké, okay, akkor, hogyha arrafelé fújasz, akkor megyek arra én is és aztán, amikor elérem az első, első szélcsendes helyet, akkor beállok majd mögé, és egy kicsit felfristem magam, és csinálom tovább az életemet. Nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy nekem vagy nekünk azzal kéne foglalkoznunk. Pontosan, hogy nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy mindig is foglalkoztunk. A zenekarnak, a tankcsövének, a, a, sikerének, a titkát, ha úgy tetszik, akkor itt megint egy csatolás van. Többek között az is az is jellemezte, meg jellemzi, hogy mi igenis mertünk azok lenni, akik vagyunk. Debreceniek vagyunk, pászolással beszélünk, nem vagyunk túl jó képűek, sose voltunk csinosak Szigorú különösebben. jó <laughs> <vagy az. gül> Igen, igen, igen. Érted? Tehát magyarul mi azok voltunk mindig is, a, 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 amik, és nem próbáltunk, nem próbáltunk se többnek, se kevesebbnek látszani. Ugye ezért beszéltünk az előbb az anyagi vonzatokról is, hogy van, aki akkor is próbálja magát gazdagabbnak mutatni, amikor pénze, meg akkor is próbál ilyen szegény egérnek látszani, amikor egyben tele van, mint a déli busz, és más oka van, ami jó. Mi soha nem próbáltunk se többnek, se kevesebbnek, se okosabbnak, se szebbnek, se butádnak látszani, mint amilyenek vagyunk. Ez igaz a zenénkre is értelemszerűen. Miért ne csinálnánk azt, ami egyébként belőlünk jön? Én meg tudom érteni azt, hogyha valakinek bizonyos dolgok, bizonyos korszakok nem tetszenek, mi, ez, ugye a, a, a Lidben beszélgettünk arról, hogy valaki azért szidnál az egyik a másikát egy gastro, gastro, gastro blogon, hogy te személy sós perec, rajongó, szerintem az, az édes kifli sokkal jobban az édes. Hát persze az egyik édes, a másik sós. így van pontosan, tehát erről teljesen felesleges. Aznak, hogy populárisak és mainstreamek lettünk, ezen már csak azért mosolygok, mert abban az időben, amikor az előbb meséltem, hogy a 90-es évek közepén, amikor eljött az a korszak, amikor először mentünk olyan túlnyira, ahol már szállodával laktunk, ilyesmi, ez azóta, ennek most már, mit tudom, ha nincs is még egészen 30 éve, de közel 30 éve, ezt minden lemeznél megkapjuk, hogy á, eddig még jó volt a tankcsoport, de most eladtál Na most aztán tényleg, érted, de közel 30 éve hallgatom azt, minden egyes új megjelenésünknél, akár csak egy dalnál, akár egy kumpra lemezné, hogy eddig még jó volt ez a kar, de ez már... Ez. Képzelj, én ezt nem értem, azt a kritikát, én most néztem, mit tudom, most itt van a, a Pesten megjelent Isten videóklipp, uh -huh, ez az uh -huh. új, és direkt belenéztem a kommentekbe. Én nem tudom, lehet, hogy ti meg tudjátok fejteni, hogy ez mit jelent, hogy eladja magát a tomcskod. Én tényleg nem értem. Hát figyelj, megmondom neked őszintén, hogy most erre a kérdésre is válaszolnék hosszasan, okosan, meg bután is. Vagy a gyorsan, röviden. De, 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 nem, de kell én ezt, nem tudom, hogy mi kell ezt megfejteni. Hát értem? Hát <laughs> nem, egyébként ezt arra mondják, feltételezem, arra mondják az emberek, hogy mi. Ő szerintük, akik ezeket Igen. beírják, ő szerintük mi eladjuk a lelkünket azért valakiknek, nem Igen. tudom kiknek, annak érdekében, hogy nekünk anyagi jólétünk meg nem tudom mik legyen. Írják ezt arra esetben olyan emberek, akik olyan munkahelyen dolgoznak, amit egyébként utálnak, egy olyan családban élnek, ahol a feleségüket vagy a férjüket nem különösebben kedvelik, de nem várhatnak kemen az OTP hitel, és most nem sorolom tovább, érted? És ezek az emberek, vagy, vagy ilyen emberek is mondják rám vagy rólunk azt, hogy eladtuk Nem, nem, nem. nem. Mi, éppen, hogy nem eladtuk magunkat, mi éppen, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretnénk csinálni, ahogy beszélgettünk, vagy a beszélgetés korábbi szakaszában mondtam, nekünk nincsenek olyan kritériumaink, nincsenek olyan szerződéseink, nincsenek olyan, olyan kényszerítő erőink, amik minket arra kényszerítenek, hogy ilyesmiket csináljunk. Mi azért csináljuk ezt, mert nekünk ezt tetszik, mi ezt szeretjük. Ha valaki szintén tetszik, valakinek ez szintén tetszik, valaki szintén szereti, annak mi nagyon örülünk, ha valakinek ez nem tetszik, hát akkor nem, annyi zenekar még a világon érte, tehát persze. Hát ugye köztünk van valamilyen kapcsolat, Mol és a tankcsapda közt, hogy én ismerem a szerződés részleteit is. Hogy Igen, de most nem is ez szerződés... nehéz lenne erre ráhúzni, hogy bármiféle. Igen, de azért mondom, hogy nem is a szerződési pontokba akarok belemenni. Ezért mondtam azt, hogyha valaki szerint eladtuk magunkat, és hogy fejtsük meg, hogy vajon miért írhatják, azért mondtam, hogy szerintem ne fejtsük meg. Jó, te. ne fejtsük Én is. nem értettem a magát a. Ja, ja, igen, de igen, a igen, igen, oké. igen. igen. Ilyen negatív kommenteket megfogalmazni. Ja, hát az nagyon aztán, egyszerű. Azt mondom, meg az, meg a kanapéról. Hát. Persze, de mondom, én, én azért nem is mennék ebbe a témába jobban bele. Á, nem szeretném, hogyha megint azt kapnánk utána majd, hogy Lukács lesz már megint magyarázkodik. Nem magyarázkodok, nincs miért magyarázkodnom. Másrészt meg azt gondolom, hogy a világ ennél sokkal, sokkal szélesebb, sokkal több minden van benne, sokkal több jó dolog van benne, amivel lehet foglalkozni, és kell is foglalkozni, mint hogy azzal foglalkozzak én, hogy mit tudom, Johnny 26 beírja, hogy vagytok, közi. Egy, egyébként ez egy jó lemez cím lenne. <gül> <gül> Nekem tetszene, ez meg beleillen Ez Hát, hogy innen kezdjük, és akkor, akkor most akkor szarok vagytok. Én azt gondolom, hogy elég jót beszélgettünk, és egy nagyon kerek beszélgetés volt, és szerintem azért jó pár olyan dolog is kiderült rólad, vagy meg tudtunk beszélni, amit nem is Feltétlenül tudhattunk róla, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Laci, hogy Én is köszönöm. eljöttél, nektek pedig köszönjük, hogy néztek és hallgattak minket. Köszönjük, köszönet. A műsor nem jöhetett volna létre a MOL támogatása nélkül.